gyógyszeres kezelésekről fogunk részletekbe menően beszélni. Erre Hammer doktor pontos utasításokat adott, és szerencsére rengeteg olyan forrást találtunk, amelyben Hammer doktor a kezelésről, a gyógykezelésről, illetve a terápiáról hagyatékozott. Több forrást is idézni fogunk a ma esti előadásban, és nagyon-nagyon érdekes összefüggéseket hallhatunk magától dr. Rikke Gerd Hammertől, hiszen rengeteg forrás munkájában említi ezt, ezekből részleteket fogunk szó szerint idézni, remélem, hogy mindenkinek örömmel telik benne. Ahhoz, hogy a gyógyszeres kezelésekről tudjunk a germán gyógytudományban beszélni, hogy egyáltalán van-e helye ennek, és ha igen, akkor mikor, ha nem, akkor miért nem. Talán ez lehet a ma esti előadás váza. Ahhoz ismerni kell a germán gyógytudományt. Azt hiszem, hogy a germán gyógytudomány ismerete az előfeltétele annak, hogy ez a ma esti beszélgetés értékes és hasznos legyen mindannyiunk számára. Ma esti előadunk is, mint minden kedd este, dr. Budai László Károly, orvos természetgyógyász, életmód tanácsadó és germán gyógytudomány terapeuta. Fogadják őt nagy szeretettel. Köszönöm szépen Rékának a nagyon jó bevezetőjét, hiszen ő már is rámutatott arra, hogy nagyon lényeges tudnunk, hogy miről is szól a germán gyógytudomány. Ebben az előadásban még inkább fontos az öt biológiai természettörvénynek az ismerete, hiszen ez az első lépése annak, hogy bárki a germán gyógytudomány szerint meggyógyulhasson. Tehát az az ember, aki nem hajlandó időt szánni arra, és figyelmet, hogy miről szól az öt biológiai természettörvény, egyáltalán nem fog tudni kilépni azokból a félelmekből, amelyet vele már a diagnózis közlésekor beállítottak. Dr. Rikke Gerd Hammer felfedezését tudjuk, hogy a fia halála indította el, hiszen a fia elvesztése az ő szervezetében egy hereddaganatot indított el. A veszteség konfliktusra adott értelmes biológiai válasz a hereddaganat. Azért értelmes, azért van értelme, mert a here megnagyobbodásával és működésének fokozásával tudjuk pótolni a biológiai veszteséget. És mindjárt megértjük, hogy felfedezéséhez hogyan jutott el, hiszen rájött arra, hogy addig, míg ő nem volt, amíg a fia élt, és nem történt az a tragédia 1978. augusztus 18-án hajnali 3-kor Cavallo szigetén a kikötőben, amikor is a fiát egy második világháborús fegyverrel, két lövéssel halálosan megsebesítette az olasz trónörökös Viktor Emánuel. Szóval addig az életük teljesen más mederben folyt. Aztán Hammer doktor 111 napig küzd a fia életéért, és december 7-én 78-ban meghal a karjai között. Műtéten ment keresztül Hammer doktor, és rájött, aztán egészen rövid idő alatt, hogy mi is az, ami elindít bármilyen emberi szervezetben egy daganatos folyamatot, és ezt akkor a rák vastörvényének nevezte, hiszen nem tudta, hogy még további négy természettörvényt fog felismerni. A rák vastörvényének a lényege a DHS, vagyis Dirk-Hammer-szindróma, amit a fiáról nevezett el, azok az ismérvek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egyáltalán egy biológiai válasz a szervezetünkben megszülessen. Minden nagyon súlyos, váratlanul ért érzelmi megrázkódtatás, amiben benne ragadtunk és magányosan éltük át, ezek mindig elindítanak az agy közvetítésével egy szervi elváltozást. Tehát a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével fogja elindítani a szervi elváltozást. És ebből az is következik, hogy nincs szervi elváltozás, nincs úgynevezett betegség lelki megrázkódtatás nélkül. Az első biológiai törvény tehát bemutatja, hogy mi az, ami elindítja a daganatos betegséget,
ami nem ismeretlen, nem rossz indulatú, és nem gyógyíthatatlan, ugyanakkor rámutat arra is, hogy lelki szinten kell megoldani a konfliktust, hogy valójában teljes gyógyuláshoz vezessen a történet. A konfliktus pillanatában rögzítjük a sineket, vagyis azokat a körülményeket, amelyeket a konfliktus elszenvedése pillanatában az összes érzékszervünk érzékel. És ez szintén a túlélésünket hivatott támogatni, hiszen ha legközelebb hasonló körülmények közé kerülünk, akkor már konfliktus nélkül elindul az egész biológiai program. De ha még egyszer megnézzük ezt az öt kritériumot, akkor tudjuk, hogy mindig fog az életünkben történni valami egészen drámai, hirtelen, váratlan, meglepetésszerű, súlyos érzelmi megrázkódtatás. Ez ellen nem tudunk mit tenni, de az, hogy meddig ülünk benne a konfliktusban, és mennyire magányosan éljük meg, ez viszont csak tőlünk függ. Vagyis, hogyha a konfliktusainkat még aznap feldolgozzuk, érzelmileg megoldjuk, akkor ennek nem lesznek súlyos szervi következményei. És már is a megoldásról beszélek, ami egy nagyon lényeges dolog. Ne haragudj, én most a laikus közönséget, a laikus hallgatót képviselem. Én igen, nagyon imádom a germán gyógytudományt, de még hiányosak az ismereteim. Ezért járok minden héten, vagy minden képzésedre lelkesen. Igen. Viccet félretéve, azt mondod, hogy drámai, hirtelen történő, váratlan, meglepetésszerű esemény, ami súlyosan megráz bennünket, az gyakorlatilag kivéthetetlennek. Igen. Nem tudunk felkészülni a felkészülhetetlenre. Igen. Azt is említetted, hogy magányosan éljük meg, és benne ragadunk a konfliktusban. Nem. Mi emberek nagyon szeretünk instant megoldásokat kapni. Uh-huh. És három az egyben. Bevallom őszintén, hogy bennem is felmerült nagyon sokszor az a gondolat, hogy milyen jó lenne, ha lenne egy ilyen anti-DHS nevű szérum, ilyenkor ezt meginnánk, és elmúlna a problémánk. Nagyon egyszerű, hogy rögtön a bogyók, gyógyszerek, a külső szerek bevitelében gondolkodni, és azt hiszem, hogy itt van a legfőbb probléma a germán gyógytudomány ellenzők táborát illetően, hiszen sokkal egyszerűbb bevenni valamit, lenyelni kétdeci vízzel, mint elgondolkodni azon, hogy milyen konfliktusom volt, mikor történt, és mennyire rázott ez meg érzelmileg. Tehát az érzelmek mezeire lépve valahogy egy kicsit menekülni szeretnénk a szembesüléssel kapcsolatosan. Valahogy ez a legnehezebb, hogy szembesülni azzal, hogy már bizony az én betegségem nem genetikai eredetű, nem valami környezeti ártalom, nem valami olyan történet, ami rajtam kívülálló okokból került a szervezetembe, hanem ezt én csináltam. Most önmagam ellen meg nincs orvosság. Hogyan lehet hát ez? Hát kicsit sok mindenről volt szó, most menjek visszafele. A germán gyógytudományba nem tartoznak bele azok a történetek, amelyek a hiányos táplálkozással, vagy elfuserált diétákkal, a mérgezésekkel, beleértve a gyógyszeres mérgezéseket, vagy balesetek, vagy éppen sugárzások okoztak. Tehát ezek külső tényezők, ezek nem lelki megrázkódtatások. Kettő. Pontosan a lényegre mutattál rá, hiszen nincs olyan tabletta, ami a konfliktust megelőzhetné, vagy azonnal meggyógyíthatná. Attól, ha valaki feszült, ideges és bekap egy nyugtatót, nem old meg semmit. És van viszont egy tabletta, amit lehetett régen kapni a benzinkutaknál, úgy hívták, hogy leszarom tabletta. Ha ezt be tudná valaki kapni, akkor, amikor hirtelen történt valami, akkor már is kívülről látna az egészet, és ki tudná nevetni. És ha már ki tudom nevetni azt a helyzetet, amiben belecsöppentem, belekerültem, mint Pilátus a krédóba, akkor gyakorlatilag érzelmileg oldom fel a dolgot. Tehát az, amit ki tudok nevetni, az azt jelenti, hogy megfordítottam 180 fokkal azt a negatív érzést, ami engem letaglózott, szótlanul álltam, ahogy leírja Hammer doktor, rossz lábon talált a történet, és gyakorlatilag én ezt az egy tablettát tudnám ajánlani mindenkinek,
ha már tablettát akar valaki bevenni. Amúgy szőlőcukor, úgyhogy senkinek nem lesz tőle baja, még a cukorbetegnek sem. Ha mindenképp le akar nyelni valamit valaki, akkor én ezt az egyet tudnám ajánlani. És közben még elszopogatja ezt a tablettát, elgondolkodik azon, hogy mire akarta az adott helyzetőt megtanítani, illetve ha az egésznek a tanúsága után rájön arra, hogy mit változtat ez az ő életén, talán pozitív irányban. Hiszen adott pillanatban, amikor valami nem úgy történik, ahogy mi azt elképzeltük, azt mindig konfliktusnak fogjuk megélni. Nem? Így van. Ez természetes. De kicsit három lépéssel hátrébről néznünk a történetet, akkor rájönnénk egy idő után, hogy mennyire jó, hogy az a valami akkor megtörtént velem, mert most teljesen másképp alakult volna az életem. Nekem se jött össze az életembe semmi első nekifutásra. Úgy nagyjából minden harmadik nekifutásra jött össze. Na most, ha én feladtam volna az első elképzelésemet, akkor még a medicinát sem végeztem volna el. Tehát én úgy azt tudom mondani, hogy az embernek legyen egy célja, és tartson ki a célja mellett, és ha a céljaira figyel, és nem az akadályokra, akkor talán többre fogja vinni. Az egyetlen valóság az én megélésem, ezt én írtam ide be, ebbe az oldalba, ami Hammer doktornak egy ingyenes GNM-ről szóló tájékoztatójából való, még mutatok ki ilyeneket. A lényeg az, hogy nem az számít soha, hogy mi történt. Az számít, hogy én magam miként reagáltam arra a valamire. Na és itt jön az, hogy senki, de senki nem fogja tudni megmondani azt, hogy kinek milyen program, milyen problémája van, hiszen ha együtt is élt meg egy anyuka egy gyerekkel valamit, a gyereknek a reakciója nem az anyuka reakciója. És nagyon sokan segítséget kérnek az unokának, a gyereknek, vagy gyerek az édesanyjának, csak egyáltalán fogalmuk sincs arról, hogy mi az anyukának a problémája. Mert az egyetlen valóság az én megélésem. És ezért van az, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható, hiszen csak ő tudja elmondani, hogy a történetet, amit mindenki tud, illetve mindenki másképp látott, hogy ő abban a pillanatban mit élt át. És itt jönnek a pszichológiai mellébeszélések, mondjuk egy veszteségkonfliktust, a pszichológusok nagyon jól sokféleképpen el tudnak mondani, hogy az az. De nem az. Azt mindig a beteg tudja megmondani, hogy számára egy veszteség, tehát mindig egy biológiai lény vesztesége, mert veszteségkonfliktus csak élőlénynek a veszteségéről szól, az egyáltalán mit indított el benne. Ha az embernek a pénztárcája veszett el, az akkor már egy birtok bosszankodás, vagy egy birtokvesztés, de az nem veszteségkonfliktus. Itt arra akarsz célozni, hogy a konfliktus alapú megközelítés mennyire fontos, mert lehet mondjuk egy neves színész halála, egy nemzet vesztesége, igen. De veszteségkonfliktusa csak annak van, aki a családtagja. Hát aki érzelmileg nagyon erősen kötődött hozzá. Tehát itt nem a szavak a... Nem játék a szavakkal. A megfogalmazás, hanem maga a megélés. A megélés, igen. A betegen kívül, vagy az aktuálisan a konfliktusban lévő személyen kívül senki sem. Senki más nem tudja, hogy mit élt meg. És ezért nagyon lényeges ezt a beteggel tisztázni, hiszen mindennek a lényege a germán gyógytudományban a konfliktus tisztázása. Mert ez indította el a biológiai programot. Ezt kell megoldani. Tehát logikus, hogy nem tabletta fogja megoldani a konfliktusát senkinek sem. Aztán Hammer doktor a kutatásai során rájött arra, hogy két fázisban zajlik le minden úgynevezett betegség, amit ő értelmes biológiai különprogramnak nevezett el. Van egy konfliktus aktív, és ugye van egy megoldási szakasz. Na most a konfliktus aktív szakasz, amit kék színnel van jelölve, látjuk a DHS után következik. Itt ebben a háromszögben a DHS, Dirk-Hammer szindróma, az első biológiai törvényt jelenti. Megvalósult a váratlan meglepetésszerű történet, amiben benne ragadtam. Na itt jön a kérdés, hogy mennyi ideig ragadtam benne? Egy napot, egy hetet, egy hónapot vagy egy évet? Nagyon nem mindegy. Mert a konfliktus aktív szakasz alatt fogjuk azt állítani, hogy stresszesek vagyunk, nem tudunk aludni, ha elalszunk, felébredünk, nincs étvágyunk, nem eszünk, lefogyunk,
és hideg a kezem, hideg a lábam, mintha valamilyen vizsgára készülnék. Tehát akinek már volt vizsgadruki, az tudja, hogy ez mivel jár. Ezek a legáltalánosabb tünetek, természetesen még rengeteget lehet erről beszélni, de erről szól az ötbiológiai természettörvény részletes előadása. A lényeg az, hogy ebben a szakaszban megjelennek a stressz hormonok is. A mellékesek élek hormonja, a kortizon, amikor már túl sok ideig benne vagyok a stresszben. Az elviselhetetlen stressznél már nem a mellékvesek érek, hanem a mellékvese velő hormonja, az adrenalin fog megjelenni, de ez már egy másik kérdés. A lényeg az, hogy a stresszes állapotban gyakorlatilag, amit én érzelmileg nem tudok megoldani, arra a biológiám már is biológiai szintű megoldást ad. Tehát, ha halálfélelmem van, felszaporítom a tüdőszövet, a tüdőszövetnek a léghólyagocskáit, hogy nagyobb felületen jussak levegőhöz, mert ugye legrövidebb ideig levegő nélkül bírjuk ki. Így van. Ha van egy megemészhetetlen bosszúságom, a konfliktus aktív szakaszba biztosítja a szervezetem a megfelelő emésztő enzimeket ahhoz, hogy meg tudjam emészteni azt a bizonyos virtuális megemészhetetlen bosszúságot. Ha a konfliktus aktív szakaszban szarul érzem magam, akkor biztosítani fogja a szervezetem a vastagbél, végbél nyálkahártya túltermelésével, hogy legyen elegendő nyákom, hogy ki tudjam a kakit tojni magamból, mert ugye megnyálazunk mindent, amit benyelünk, meg mindent, amit kitojunk. Tehát a konfliktus aktív szakaszban, hogyha valakinek birtokvesztése van, akkor tágulnak a szívkoszorú erei, megjelenik az angina pectoris, mint fájdalom. Eddig fájdalomról ugye nem beszéltem, de itt a fájdalom figyelmeztet minket arra, hogy azonnal oldja meg a konfliktust, mert hiszen egy olyan programot indítottam el, amit ha nem oldok meg 9 hónapon belül, csak azután, az végzetes. Persze, itt mikor fájdalommal elmegy az mellkasi szorító fájdalommal, elmegy az orvoshoz a beteg, az orvos rögtön gyógyszert ad neki. Megszűnik a fájdalma, és aztán lesz belőle komplikáció, ha túl későn oldja meg a konfliktusát. Tehát vannak olyan programok, amelyeknél a fájdalom a konfliktus aktív szakaszban jelenik meg, de ezek a kevesek. Ez nagyjából 5-10%, az esetek 90%-ában nincs fájdalom a konfliktus aktív szakaszban. Erről is van egy külön webkonferencia anyag, tessenek megnézni. De még egyszer szeretném mindenkinek eljuttatni a megértéséhez, hogy a konfliktus aktív szakasz mindvégig a túlélésünkről szól, azt szolgálja, hogy megoldja számomra azt, amit érzelmileg nem tudta megoldani. Amikor eljutok a konfliktus megoldásához, itt a KM ezt jelenti, az, hogy hogyan, az már egy másik kérdés, de eljutunk a konfliktus megoldásához, természetesen a biológiám az addig történt biológiai programokat visszaállítja. És itt volt szó arról, hogy sejtet szaporítottam, hogy legyen több levegőm, hogy ki tudjam kakilni a kellemetlenségeket, akkor itt le fogunk bontani a felesleges sejteket, mert nem tartunk el sejteket feleslegesen. A konfliktus aktív szakaszban tágítottam, sorvasztottam, tehát az ereknek a tágítása, vagy éppenséggel az epe kivezető rendszernek a tágítása, a cső tágítása úgy történik, hogy a bélést, a nyálkahártya bélés sorvasztom, hogy nagyobb legyen az átmérője, még több lé jöjjön át belőle, még jobb legyen a szív izomzatnak a vérellátása. Na most, hogyha ez megszűnik, a konfliktus, akkor természetesen vissza fogom építeni ezeket a nyálkahártyákat, és ennek is gyulladásos tünetei lesznek. Ha viszont egy működésváltozást indítottam el a konfliktus aktív szakaszban, mert ellenszegültem, és ehhez több cukorra volt szükségem, helyreállítom a cukorszintet a megoldásban. Csak hogy mindig itt futunk az orvoshoz, mert itt jelennek meg nekünk tüneteink, amit kineveztünk betegségnek, nagyon hibásan, mert ezek már a gyógyulásnak a tünetei. Na most kérem szépen, ha valaki nem tud kibékülni azzal, hogy a fájdalma, a fejfájása, a gyulladásos tünetei, a kifasart mosogatórongy állapot,
az éppen a gyógyulásának az a jelentése, akkor mit fog csinálni? Kétségbe esik. És a kétségében újabb és újabb programokat fog elindítani, még egyet, még egyet, még egyet, és akkor a vége az lesz, hogy teljesen lemeríti a szervezetét. A gyógyulási szakasz kellős közepén ugye van az epileptoid krízis. És az epileptoid krízisnek nagyon-nagyon fontos szerepe van, hiszen az a víz, az a exudatív fázis volt itt előtte, ami a gyulladásos folyamat során szervi szinten összegyűl, ugyanakkor az agyi relében is vízgyűlem van, ezért van fejfájás, az mind az epileptoid krízisben ki fog nyomódni az agyi reléből, ki fog nyomódni a szervi szinten, és beindul a hegesedés. Mert azért a gyógyulásnak két fázisa van. Az első a gyulladással helyre rendezzük, mondjam azt, hogy helyére tesszük a sejtállományt, vagy lebontjuk a felesleget, vagy pótoljuk, ami hiányzik, és utána a hegesedéssel stabilizáljuk ezt az állapotot. Ez egy nagyon tökéletesen kitalált rendszer, csak hogy itt is fájdalmaink lesznek, és nagyon gyenge, extrém fáradtságot fogunk megtapasztalni. És azért részletezem, kérem szépen, hogy aki esetleg most hall először germán gyógytudomány előadást, vegye tudomásul, hogy mindaz, amitől ő fél, amit ő betegségnek nevez, amire neki mindenképp valamit be kéne kapnia, az a gyógyulásnak a tünete. Azt szeretném kérdezni, hogy van-e valamilyen, hát őszintén kérdem, csel, amivel esetleg a biológiánkat be tudjuk csapni ebben a helyzetben. Tehát, hogy akkor azt mondod, hogy ha fáj, nagyon sok programnál épp a gyógyulást jelzi. Igen. Ez nem azt jelenti, hogy mostan, hogy mondjam, szenvednünk kell a gyógyulástól, és nem szabad a fájdalmat csillapítani, erről szó nincs. Viszont meg kell nézni, hogy mivel. Mert ha én a gyógyulási szakaszban morfiumot, vagy valamilyen szintetikus, hát major fájdalomcsillapítót adok, ugye tapaszok, vannak fent a nyílt tapasz és egyéb ilyen nagyon erős fájdalomcsillapítók, akkor azzal megölöm a beteget, így ahogy mondom, mert az epileptoid krízis nem tud létrejönni, és itt, ahova most mutatok, ide a legmélyebb vagotómiába kerül be a beteg, és leáll a szíve. És nem a szívelégtelenség miatt áll le a szíve, hanem pontosan a kapott morfium, vagy morfiumhoz hasonló erős fájdalomcsillapító miatt. Lehet fájdalmat csillapítani természetesen, akkor, hogyha túl erős fájdalmak vannak, de a fájdalomcsillapításról is a fájdalomról szóló webkonferencián beszéltem. Van a más studenten néhány, ami már eleve segíti, hogy a fájdalom csökkenjen. Nem kellene következmény konfliktust megélni, ugye, mert akkor még több vizet gyűjtött be az exudatív fázisba, a magányoság, egzisztenciális létkonfliktus, menekültség konfliktus, meg nem értettség, ez mind rengeteg vizet gyűjt be a szervi szinten, és természetesen fokozza a fájdalmat. De amikor jön az epileptoid krízis, ugye, kérdés, hogy mennyi időt ült a beteg a konfliktus aktív szakaszban, és milyen programról van szó? Van olyan helyzet, amikor szteroidot kell adjunk pontosan azért, hogy a beteg túlélje az adott helyzetet. Természetes az is, hogyha valakinek asztmás krízise van, akkor nem konfliktust fogunk keresni a beteggel, aki még levegő után kapkod, hanem sürgőségileg ellátjuk mindazt, amit a mai modern medicina, az oxiológiában, a sürgőségi betegosztályon, intenzív osztályon, vagy a baleset sebészeten megtesz a betegekért, az csodálatos. Nem kell a medicinát minden estől kidobni. Vannak benne nagyon jó dolgok, amit továbbra is használni kell, csak felül kell vizsgálni az eddig alkalmazott és hatástalan terápiákat. Csupán erről szól a mai webkonferencia is. Tehát a gyógyszerek adagolásáról még külön beszélni fogok, de természetesen lehet csökkenteni a tüneteket, csak tudni kell, hogy mikor. A probléma az, hogy a mai orvostudományban azt se tudják, hogy a beteg milyen
szakaszban van, hogy konfliktus aktív vagy megoldási szakasz. Adunk neki fájdalomcsillapítót, ha kell, ha nem kell. Azt se tudjuk, hogy az adott gyógyszer mire hat. A konfliktus aktív szakaszra, vagy a megoldási szakaszra. Tehát itt a germán gyógytudomány ismeretében rendszerezve azt a tudást, amit az egyetemen tanultunk, egy teljesen logikus rendszert fogunk magunknak kiépíteni. A krónikus betegségek ugye azért alakulnak ki, mert nem oldjuk meg a konfliktust, és vannak olyan konfliktusok, amelyek függőben maradnak, amelyek ugyan csillapodnak, de újra kezdődnek, soha nem jutnak el a megoldáshoz. Ez azt jelenti, hogy kimeríti a szervezetet. Ezt nem lehet csinálni a biológiával, mert vagy túlzott sejtszaporodás, vagy túlzott sejtsorvadást fogunk elindítani a szervezetünkben. Van a policiklikus lefolyás, ami azt jelenti, hogy látjuk, végre végigment az egész program, de újraindul, és megint újraindul, és megint újraindul. Vajon miért? Azért kérem szépen, mert a megoldás, a konfliktus megoldása, az nem történt meg érzelmi szinten, és a sinek gondoskodnak róla, hogy hetente, vagy havonta, vagy évszakonként újra meg újra előjöjjön mondjuk valamilyen allergia. A függőgyógyulás, amint látjuk itt alól, azt jelenti, hogy a gyógyulási szakasz elakadt, ami utána következik, ez a kék, ez már nem az epileptoid krízis, ez egy újabb indítás. Egy újabb indítás, tehát azt jelenti, hogy ez most jutott eszembe, mintha működne az autónk, és közben az önindítót újra meg újra rátekerjük a működő motorra. Valahogy így tudnám ezt szemléltetni. Tehát nem áll le a gyógyulási folyamat, mert folyamatosan újraindítjuk, és még az epileptoid krízisig sem ér el. Ez garantálja nekünk az állandó fájdalmat, gyulladásos tüneteket, illetve ez az egész történet, ami itt van alól, ezt berakhatnám egy sorral feljebb, és itt lehetnének olyan szakaszok, amikor hosszú ideig függő gyógyulásos ciklusok ismétlődnek. A germán gyógytudomány tudományos táblázatát Hammer doktor arra az esetre írta le, amikor van egy konfliktus aktív, egy megoldási szakasz és vége a történetnek. De amint látjuk, beszorozhatjuk még hárommal, még másik három táblázatot lehetne mellé írni, abban az esetben, ha meg se oldjuk a konfliktust, illetve ha policiklikus a lefolyása, vagy éppenséggel függő gyógyulás alakul ki. Nos, ezért van annyiféle betegség elnevezés a krónikus betegségek körében. A betegségek kialakulásának a megértését nem lehet megejteni csak is az embriológia ismeretébe. Az egyetfejlődés vagy embriológia az a tantárgy, amiből minden orvostan hallgató még a legelején levizsgázott az anatómiával együtt. És hát nagyon részletesen megtanultuk, levizsgáztunk belőle, és soha, de soha elő nem vettük, nem utaltunk rá, hogy ezt mi a fenének kellett megtanulni. Valószínű azért, mert illik tudnia egy orvosnak, hogy mi történik 9 hónapig az anyaméhen belül. Természetesen azon túl, hogy illik tudnia, ezen kívül még nagyon, de nagyon nagy jelentősége van, hiszen Hammer doktor pontosan erre az alaptudományra építi föl a magyarázatát, a tudományos magyarázatát mindenre. Ugye tudjuk, hogy a megtermékenyített petesejtből, mielőtt a szedercsíra állapot beépülne a méhnyálkahártyába, a három csíralemez alakul ki. Itt látjuk a sárga, a narancssárga és a piros színekkel jelölve a belső, a középső és külső csíralemezt. Minden sejtünk, minden szövetünk ebből a három csíralemezből lesz, mint amikor az elültetett magból kinő a növénynek a gyökere, szára, levele, virága. Minden. Nekünk is minden sejtünk ebből a három csíralemezből alakul ki, de az, hogy honnan ered az adott sejt, ez meghatározza egy életen át, hogy az hogyan fog működni. Ugyanis az alap életfeltételeket biztosító idegi központunk az ugye az agytörzs, itt látjuk a jobb alsó sarokban, sárga színnel jelölve. Az agytörzs a létezéshez szükséges feltételeket biztosítja számunkra, vagyis azokat a szerveket irányítja,
amelyek a táplálékfalat, ezt látjuk itt ábrázolva, a levegőfalat és a vízfalat megszerzését segítik. Ugyanakkor még a hang és a fényfalat is ide tartozik. Ezek nélkül nincs élet. Tehát ha elrepülünk akármelyik csillagra vagy bolygóra, a vizet, a levegőt és a táplálékot vinnünk kell magunkkal. Természetes, hogy adott konfliktusok beindítják itt mindig először a sejt szaporulatát, hogy megkapjuk azt a bizonyos falatot. A megoldási szakaszban gyulladásos folyamatok közepette lebontjuk a felesleges sejteket. A narancssárga színnel jelzett középső csíralemez, vagy mezoderma sejtjeit két idegi központ irányítja. Itt látjuk alól a kisagy keresztmetszeti képét oldalról nézve. Ő a támadás, gondozás, bemocskoltsággal kapcsolatos konfliktusokra fog szintén első lépésben szövetszaporítást indítani, konfliktus aktív szakaszban, megoldás, pogor, lebontjuk a felesleges sejteket. A támadási konfliktus ne tetlegességig jutó konfliktusban képzeljük el, bár ezek is tudnak sejtszaporulatot indítani. Valaki mondjuk beveri a fejét a pincébe, ugye megtagad a koponyája fölött az irharéteg, és hogyha ezt az egészet nem oldotta meg, akkor már mint érzelmileg, hogy legközelebb, mikor bemegy a szél, figyelek, most nem verem be a fejemet a pince ajtónak a tetejébe, akkor lesz a feje búbján egy szövet szaporulat, egy írha szaporulat, ami aztán, mikor szétbomlik, azt kársadaganoknak fogják nevezni, és egy kicsit büdös, de lebomlik és meggyógyul. Van, amikor nem tud lebomlani, és akkor ott marad a bőr alatt, de hát ennek már mi vagyunk az okai. Na, haragudj, egy picit szeretnék itt egy gondolatot igen. közvetíteni. Az anyukák szerepe a fizikai támadásnál, amikor a gyerek megüti magát, akkor igen. az anyuka elkezdi simogatni, vigasztalni, tehát pont emiatt tud ilyen csodálatos módon meggyógyulni, mert nem egyedül éli át, tehát hogy a konfliktus azonnal érzelmileg fel van oldva egy gyereknek. Igen, hát ilyen sérülések hát esetén. Egy anyuka addig vigasztalja a gyereket, míg meg nem tudja vigasztalni. Tehát lesz konfliktus, rövid ideig tartó konfliktus aktív fázis, aztán még azt is csinálják, hogy nesze, megverjük az asztal sarkát, mert beleverte a fejét a gyermek, bár lenne más megoldás is, de mindegy. A lényeg az, hogy a gyermek megnyugszik. És hála Istennek a gyerek a pillanatban él. A gyerek mindig a pillanatban él, és nagyon figyel. És pontosan ezért nem fog nála, csak nagyon ritkán kialakulni krónikus betegség. Köszönöm szépen, bocsánat a nagyon jó, közbeszólásért. Nagyon jó. Beszéltünk a falat konfliktusokról, a támadási konfliktusokról. Mi van még? Még csak mondanám, hogy a támadási konfliktus nem csak az írhát, hanem a burkokat is érintheti, tehát hashártya, mellhártya, szívburok. De itt van a gondozási konfliktus, ami azt jelenti, hogy túlzásba vitt aggódás, kedves hölgyeim. Én tudom, hogy minden hölgynek alaptermészete, hogy aggódik, ez teljesen természetes, de nem mindegy, hogy mennyi ideig és milyen erősen. Mert a nagy konfliktus tömeg elindítja az adott mellében, a jobb vagy a bal oldalon, a tejtermelő mirigyeknek a túlszaporodását. És ezt már meldaganatnak fogják diagnosztizálni. Lásd, merről szóló webkonferencia anyag. Tehát tessenek ezt az érzést minél hamarabb feleslegessé tenni, mert nem éri meg a szervi elváltozás azt az aggódást. Amúgy aggódással és bosszankodással, ha valaki megoldott az életében valamit, legyen szíves a fórumba beírni nekem, mert még nem találkoztam emberrel, aki erre tudott volna nekem példát adni. Tehát két teljesen felesleges dologról beszélünk. Az kisagy fölött látjuk itt keresztmetszeti képen a fehér állománynak nevezett agyi részt, agyvelőnek is nevezhetjük. A fehér állományban olyan idegi magvak vannak, amelyek a mozgató rendszerünket irányítják. Most a mozgással kapcsolatos szöveteink, ugye a csont, a csontokat összekötő ízületek, inak, a csontokat elmozdító izmok, az izmokat ellátó erek, osztóér, gyűjtőér, nyirokér, és a kötőszövet, zsírszövet, ami plusz energiát biztosít a mozdulathoz. No de minden olyan
Történet, amit önleértékelésként élünk meg, az említett szövetekben indítja el az önpusztítást, vagyis a sejtek sorvadását. Vagyis az önleértékeléstől a nagyagy fehér állományához tartozó programokkal megfordul a konfliktus aktív fázis története. Nem sejtszaporulat lesz, mint eddig volt, hanem először sejtet sorvasztok, és a megoldási szakaszban lesz a sejtek visszaépítése, mert a biológiai értelem ennél az egy programnál a megoldásban fog érvényesülni. A konfliktus aktív szakaszban lebontom azt, ami nem jó, azért, hogy a megoldásban szebbet, jobbat, erősebbet építsek, mint ami volt. Mert ha az önleértékelés arról szól, hogy az, ami van, az nem jó. Tehát le kell bontani. És a program végére fog megvalósulni a biológiai értelem. Ez itt a fehér állománynál és az önleértékeléssel kapcsolatos konfliktusoknál adott. Természetes, hogy a sejtek visszaépítése, a csontnak, az ízületnek, az izomnak a visszaépítése fájdalommal fog járni. Ez teljesen természetes, sőt az izmokban mindenféle remegést fogunk érezni. Az ereknek a visszaépítése és a zsírszövet visszaépítése sajnos nem jár fájdalommal, és ezért az ehhez kötődő leértékelési konfliktusokat nem szoktuk megoldani. Nos, a konfliktusnak a témája meghatározza, hogy a testemnek melyik részét szedem szét, a konfliktus ereje pedig meghatározza, hogy az adott részen milyen szöveteket fogok szétszedni. Mondtam már valamelyik webkonferencián, hogy az igazságtalanság, amit velem műveltek, az mindig a nyakamat fogja érinteni. A legsúlyosabb igazságtalanság a csigolyáimat szedi szét, akár össze is roppanhatnak. Az annál gyengébb igazságtalanságok a csigoly közti porckorongot, az izmokat, az ereket érintik, és ebből lesz a nyaki érszükület. És ugyanígy az egész csontvázat végig beszélve a megfelelő előadás megtalálható. A külső csiralemez vagy ektoderma sejtjeit az agykéreg irányítja, és az agykéreg nem csak sejtek bontásával, építésével foglalkozik, hanem a sejtek működés változásával is képes a túlélésünket biztosítani, ugyanakkor minden érzékszervnek ide az agykéregbe érkezik be az információja, és innen az agykéregből indul ki az akaratlagos mozgás is. Tehát érző mozgató központok, birtokközpontok, érzékszervi központok vannak ebben a pirossal jelzett agyi részben, és ez a piros baba itt az egyik fajta konfliktusra utal, amit az agykéreg kezel, ez pedig az érző relékbe fog becsapódni, hiszen az elválasztási konfliktus az mindig a kültakarót érinti. A bőrünknek a legkülsőbb része az az elszavusodott több rétegű labhám, amit mindenki lát, a saját testére néz. Ugye ez választ el minket a külvilágtól, és minden olyan konfliktus, ami elválasztást jelent, ezt fogja érinteni. A lényeg az, hogy először bontunk, aztán építünk, és az építés, a visszaépítés fájdalommal jár. A birtok konfliktusok pedig hát nagyon komplex témát képviselnek, itt és most erre nem térek ki, mert az idő szüke miatt erre most nincs lehetőség. A harmadik biológiai természettörvényt már gyakorlatilag elmondtam, de most összefoglalom. A minden, ami bennünk van, ugye az sejtek halmaza, és ezek a sejtek működnek, ha nem működnek, úgy hívjuk, hogy holttest. Tehát amíg működnek a sejtjeink, addig élünk, és a sejtek szaporításával, a sejtek sorvasztásával, vagy a működés változásával vagyunk képesek a túlélést megoldani. Nagyon logikus, ha a konfliktus aktív szakaszban sejteket szaporítottam, akkor természetes, hogy a megoldási fázisban ezeket a sejteket, a plusz sejteket, a felesleges sejteket már le fogom bontani. Ugyanígy, ha a konfliktus aktív szakaszban
sejtek sorvasztásával indítottam a biológiai különprogramot, akkor a megoldási szakaszban a lesorvasztott sejteket vissza fogom építeni. És ha a működés csökkenést indítottam el a konfliktus aktív szakaszban, akkor természetes, hogy a megoldási szakaszban a működést helyre fogom állítani. A negyedik biológiai természettörvény... Bocsáss meg, megszabad még egy gondolatra zavarni. Azon gondolkodom, hogy a harmadik biológiai természettörvény szerint, ha a konfliktus aktív szakaszban bontok, akkor a megoldásban azt visszaépítem. Igen. Mi van akkor, ha én konfliktus aktív szakaszban vagyok, és mindenféle étrendkiegészítőt, vitaminokat, bogyókat, szereket, speciális étrendeket tartok. Akkor mi van például, ha éppen bontom a szervezetem, és én most találom ki, hogy fehérjementes vagy proteinmentes diétát alkalmazom, vagy most akarok maratont futni, akkor mi történik a biológiában? Hát megint ott kell kezdjem, hogy a gyógyítás alapfeltétele az öt biológiai természettörvény ismerete. Ezt nem győzöm eleget hangsúlyozni, és ma még fogom hangsúlyozni. Ugyanis ha tudom, hogy hogyan működik a szervezetem, akkor nem fogok hülyeségeket csinálni. Nem fogok esztelen diétákat beépíteni, hiszen senki se attól betegedett meg, mert mit tudom én eddig evett vagy nem evett glutént, vagy cukrot, vagy éppenséggel, ami divatos, az élelmiszeripar nagyon ráállt már ezeknek a műtápoknak a, nem is táplálék, műtápoknak a gyártására, mert ugye igény született rája. Na most ez is egy rája fajta. A lényeg az lenne, ha megértenénk, hogy mi történik a szervezetünkbe, és például amikor megoldási szakaszba kerülünk, akkor igenis szükségünk van állati fehérjéknek a fogyasztására. Legyek akármilyen vegetáriánus vagy vegán, ha valakinek a tüdő, emésztőrendszeri vagy vese programja van, és éjjel úgy izzad, mint a ló, háromszor kell lepedőt cserélni alatta, 39 fokos láza van, akkor legyen szíves már ne diétázon. Akkor legyen szíves ne diétázon, akkor egyen, mert szüksége van arra, hogy legyen tápláléka a gyógyuláshoz. Ha valakinek fájdalmai vannak, mert éppen visszaépíti a lesorvadt izomzatát, akkor legyen szíves ne tornázon, amikor éppenséggel visszaépíti az izomzatát. Akkor örüljön annak, hogy mondjuk rángatóznak az izmai, és úgy mondjam, hogy újra életre kell, ez ne gátolja a gyógyszerekkel ezt a folyamatot, hanem amikor túl van az epileptoid krízisen, és kezd az ereje visszatérni, akkor igen, már lehet tornázni. Persze egy gyógytorna az nagyon jó dolog, egy-egy könnyű séta kint a szabadban az megengedett, de ismerünk olyan beteget, aki attól való félelmében, hogy elhízik, ha a gyógyulási szakaszban többet teszik, mint ahogy ő belegondol, nem evett. Jelzem, már nincs az élők sorában. Mert ő nem akart úgy elhízni, mint. Tehát az őrültséget azt nem lehet gyógyítani, kérem szépen, az nem megy. Vagy megértem... Nem egy értelmes biológiai. Az nem megy, az nem. A hülyeségeinknek, az elképzeléseinknek a felülírása, az a mi dolgunk. A biológia teszi a dolgát, ha mi ezt megengedjük. Tehát pontosan azért kell az öt biológiai természettörvényt ismerni, hogy mikor mi történik, hogy tudjam, hogy mikor mit tehetek, és mikor mit nem tehetek. Mit kell megértve elfogadnom, kivárnom, és utána mit fogok kapni? Azt hiszem, megvilágosodtam az előbb itt a Diéta és Fogyókúra címszó alatt, ameddig konfliktus aktív szakaszban vagyok, hogy túl kövér vagyok. Igen. Na és akkor a jövő héten, hétfőn a jó szokásunkhoz híven elkezdünk valamilyen mozgásformát, valamilyen szert bevenni, mert most nagyon divatosak ezek a kapba és azonnal lefogysz című tabletták, pirulák. Amikor megnyugszom, hogy na, akkor most már a kezembe vettem a súlyomat, akkor átmegyek a megoldási fázisba, és gyakorlatilag ezért nem működnek ezek a fogyókúrás ismérvek. Ezért van a jó-jó effektus, ezt mindenki tudja, aki már fogyókúrázott.
mert ugye konfliktusaktív szakaszban bontok, aztán jön a megoldás, és többet építek vissza, mint amit lebontottam, hiszen önleértékelés, önpusztítás. Hát ez a biológiai értelme. Jelzem, a biológiában a kövér a szép, és van Oroszországban egy népcsoport, ahol a menyasszony, ha elég sovány, akkor kispárnákkal körbepakolják, pontosan azért, hogy tetszetős legyen a vőlegénynek, hogy egy jó súlyban levő menyasszonyt visz magával, ugye? Aztán a nász éjszakán majd kiderül, hogy mennyi a saját súly és mennyi a kispárna a derekán, de hát az már egy következő történet. Nos, lépjünk tovább, mert van még miről beszélni bőven, és még nem jutottunk el a gyógyszerekig. Szóval a negyedik biológiai természettörvény tisztázza számunkra pontosan az embriológia alapján, hogy az adott bennünk élő gombák, baktériumok, vírusok. Ezek nem az ellenségeink, hanem a mi barátaink. Még egyszer mondom, nem az ellenségeink, hanem a mi barátaink. Épp a múlt heti webkonferencián kérdezték a fórumban, hogy azon kívül, hogy TBC baktériumokról beszélünk, milyen baktériumok vannak még a szervezetünkben? És hát természetesen most már a medicina is elismeri, hogy azért vannak úgynevezett jóindulatú baktériumok a szervezetünkben. Mikrobiom összefoglaló névvel. És gyakorlatilag 10-szer több, mint a testünk összes sejtje a bennünk élő baktériumoknak a száma. Úgyhogy itt nagyon komoly dolgokról van szó. A lényeg az, hogy amire nekünk feltétlenül szükségünk van, az a TBC baktérium. Mert ez lesz az, ami segít mondjuk egy melldaganatnak a lebontásába. Az egyszerű gombák mondjuk a mély nyálkahártya lebontásában segítenek, és ebből lesz a fehér folyás. Aztán az előbb említett baktériumok segítenek visszaépíteni azokat a szöveteinket, amit az önleértékeléssel lepusztítottunk, illetve az ektodermához tartozó sejtjeinknek a vírusok segítenek visszaépíteni azt, amit lebontottunk, és ezért lesz mondjuk a féltékeny nőnek a nőgyógyászati szűréskor pozitív a HPV tesztje, mert a humán papilloma vírus éppen visszaépíteni készül azt, amit ő a féltékenység miatt lebontott. Tehát mindennek értelme van, ezek a mi segítőink, és hát nyilván, ha antibiotikumokkal ezeket a segítőinket, hát megtizedeljük, akkor ne csodálkozunk azon, hogy lesznek problémák a gyógyulásban. Az ötödik biológiai természettörvény pedig rámutatta arra, hogy mindennek értelme van, és erre már utaltam az előzőkben, mindennek az értelme a túlélés és a faj fenntartása. Ezt egy 10 éves gyerek is megérti, mert kinézünk az ablakon, és mindaz, ami körbevesz minket az élővilág, azért él, azért szaporodik, mert ez a feladata, a túlélés és a faj fenntartása. Ezt nem nevezhetjük rosszindulatúnak, ismeretlennek, vagy gyógyíthatatlannak, mert bennünk is ugyanezek a dolgok történnek, de azért lesznek krónikus betegségeink, amint említettem, mert meg sem oldjuk a konfliktust, vagy nem érzelmileg oldjuk meg a konfliktust, és elakad a program. Elérkeztünk tehát a terápia, a germán gyógytudománya részhez, amiben szó lesz a gyógyszerekről is, de szeretném összefoglalni még egyszer a lényeget, hogyha valaki terápiával szeretne foglalkozni, azért a következő szempontokat kell figyelembe venni. Elsősorban, és megint újra említem, és még fogom mondani, amíg a beteg az öt biológiai természettörvényt nem ismerte meg töviről hegyire, és nem tudja elfogadni, márpedig amikor gyógyul, az neki fájni fog, az addig a félelem, a diagnózistól, a diagnózis által keltett félelem, hogy rossz indulatú, hogy gyógyíthatatlan, hogy áttétek, mert ugye ilyenek nincsenek, csak újabb és újabb programok. Ezek a rendelőből hozott félelmek
Ezek egyszerűen megölik. És éppen ma hallottam egy ilyen esetet, amikor egy gyermek, egy leánygyermek a még 50 év körüli édesanyjának segítséget kért tüdődaganat miatt. Megnézték a tüdőről szóló webkonferencia előadást. Mindenki tudta, hogy mi volt a konfliktus a mamának, de a mama megmondta, hogy ő bízik az onkológusában. A mama meg sem nézte az öt természettörvényt. Meg sem nézte az öt természettörvényt, már nem él. Tehát ilyen emberekkel nem tudunk mit kezdeni, aki annyira a saját érdekébe nem hajlandó másfajta információt is megismerni, mint amit hivatalosan közölnek vele, ezekkel az emberekkel nem tudunk mit kezdeni a germán gyógytudománnyal. Amikor megismerte a beteg az öt biológiai természettörvényt, nyilvánvaló kiderül, hogy a konfliktus a legfontosabb pontja az egész történetnek és a DHS körülményei, mert ugye a sinek innen származnak. A betegnek aktívan kell részt vennie, nélküle ez nem oldható meg. Hát ezért mondom, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Meg kell állapítani, hogy konfliktus aktív vagy megoldási szakaszban van-e. Hát természetes ez egyszerű, hogyha egy konfliktusa van. És mi van akkor, ha öt konfliktusa van? Mert azért minél intelligensebb valaki, annál tökéletesebben szedi szét magát, ezt rengeteget elismétlem. Mert egyetlen eseményre ötféle megélést is kitalál magának, és ez ötféle program. De van egy általános tünet. A konfliktus aktív szakaszban hideg a kezünk, hideg a lábunk, feszültek, idegesek vagyunk, nem tudunk enni, nem tudunk aludni, magas a vérnyomásunk. A megoldási szakaszban meg jönnek a gyulladásos tünetek, amikor már valóban betegnek érezzük magunkat, és ilyenkor keresünk valamilyen megoldást, ilyenkor kezdenek el diétázni, mindenféle, mondjam azt, hogy étrendkiegészítőt szedni, holott senkinek nem az okozta a daganatát, hogy eddig nem evett étrendkiegészítő kapszulákat. Tehát abban az esetben, ha valakinek nagyon kevertek a tünetei, itt fáj, ott fáj, nem tudok enni, megy a hasam, mindenféle igen, programom van, akkor gyakorlatilag a germán gyógytudomány ismeretével meg tudom állapítani, hogy ez a tünetem, amit éppen aktuálisan jelen van, ez egy gyógyulási szakasz tünete, igen, tehát meg tudok ettől nyugodni, hogy ezzel már további dolgom. Úgymond nincs csak megengedni, hát, hogy kifusson a program. Igen, ha megnyugodna, a kedves beteg meg is gyógyulna. És pontosan azt is látjuk a germán gyógytudomány tükrében, hogy milyen konfliktuson van, mondjuk konfliktus aktív szakaszban. Pontosan. És gyakorlatilag fókuszáltan tudok arra azzal foglalkozni, amit le kell zárni. Amit az le kell összes többivel zárni. Meg nem. Hát azzal, amit le kell zárni, abban segíteni kell a betegnek, hogy lezárja, ami meg már megoldási szakaszban van. Azért kell tisztázni ugye a DHS körülményeit, amit az előbb említettem, a DHS körülményeit, hogy mindenképpen oldjuk fel a sineket is. Na most nyilván, ha érzelmi megoldásra a beteg képtelen, akkor marad, hogy kerülgeti a sineket. De még ez egy kicsit odébb van. Tisztáznunk kell azt is, hogy a konfliktusnak mekkora volt az ereje, az intenzitása, és mennyi ideig tartott. Mert ugyan van egy olyan szabály, hogy 9 hónapig tartott birtokvesztés konfliktus megoldása után, 6 hétre rá jön az úgynevezett infarktus, de jöhet ez egy 4 hónapos konfliktus aktivitás után is, hogyha nagyon intenzív volt az illetőnek 4 hónapig a konfliktus aktivitása. Ezt szintén Hammer doktor könyvéből olvastam. Tehát minél nagyobb, minél intenzívebb, annál nagyobb a konfliktus tömeg, annál veszélyesebb a... Hát nyilván ez egyszerű matematika vagy mérten. A konfliktus tömeget, azt a kék színű területet mi határozza meg? Az idő, hogy milyen hosszú ideig tartott, és az intenzitás, az ereje a konfliktusnak. A terület akkor is ugyanannyi lesz, a rövid ideig tart és nagyon erős, vagy hosszabb ideig tartott és alacsonyabb a dolog. Tehát ez egyszerű területszámítás, ha így veszem matematikailag, tehát ezt meg kell határozni. Hogy azért ne nyugodjunk meg, hogy A-ban megoldhatja a konfliktusát, mert még csak 8 hónapot tartott, vagy 7 és fél hónapot tartott, tehát biztos túléli az epileptoid krízist. Meg kell állapítani a kezességet, ez teljesen természetes. Mondjuk nem kell a tüdőráknál, a végbélráknál, a vastagbélráknál, nem kell kezességet
megállapítani, mert ott még nincs kezesség. De a támadási, gondozási, önleértékelési és birtok konfliktusoknál mindig meg kell határozni a kezességet. Ez egy nagyon lényeges dolog, és nagyon sok félre ismert kezességről tudunk. A beteg akkor tudta beazonosítani a konfliktusát, amikor rájött, hogy ő nem jobbkezes, hanem balkezes. Ugye? És onnantól kezdve már rögtön tudta, hogy kiről van szó. Nem egy konzultáción megtapasztaltuk ezt. És igen, a hormonális állapot is nagyon lényeges, mert ugye azt már elmondtam a női programokban is, hogy a változó kor után megváltozik a programok megoldási sorrendje. A hormonális állapotváltozást a fogamzásgátlók szedése is okoz, sőt a kemoterápia is hormonális állapotváltozást okoz, férfinál, nőnél egyaránt. Nem beszélek akkor a kasztrációs műtétekről, petefészek, eltávolításról és a többi. Engedj meg egy buta kérdést. Nincs ja. Buta kérdés. Köszönöm szépen. A hormonális állapot az változik idővel, a kezesség nem? Így van. A kezesség soha nem változik. Az egy életre szóló történet. A hormonális állapot viszont változik, és hát ez azért meg tudja a tüneteket egy kicsit, mondjam azt, hogy bolygatni. A következő hetedik pont, ugye, hogy ha már megvan, hogy mi volt a DHS, mennyi ideig tartott, megállapítottuk, hogy mindazt, amit eddig elmondtuk, akkor jön az, mint ugye ezzel a kérdéssel találkoztam rögtön, ahogy betegekkel kezdtem foglalkozni igényem szerint, hogy jó, most már tudok mindent, és akkor most mit csináljak? És itt jön az, hogy na most akkor mit csináljak, itt jön az, ami nagyon, de nagyon fontos. Tehát abban tudunk segíteni a páciensnek, hogy egy bizonyos élethelyzetből hogyan találjon ki. Nyilvánvaló, hogy nem fogjuk az elképzelésünket ráerőszakolni senkire se, mert ebben a medicinában, ahogy Hammer doktor szó szerint írja, a gyógyító eljárás főnöke, irányítója mindig a paciens. Ez egy nagyon érdekes kérdés amúgy, Karesz, mert hogy amikor megtudjuk, hogy mi a betegségünk, és a következő kérdésünk, hogy mi okozza a következő, hogy mit csináljak, ez még mindig a külső irányításra való vágyakozást jelenti. Tehát mit vegyek be? Ez a mit vegyek be állapotnak a második kérdése. Nagyon érdekes az, hogy még mindig azt reméljük, hogy valaki kívülről megmondja nekünk a tutit. Igen. A konfliktus azért lehet konfliktus, és most a germán gyógytudomány értelmében értem a konfliktus szót. Igen. Tehát, hogy tisztázzuk. A DHS. Váratlan meglepetésszerű történet, amelybe beleragadtam, stb. Igen? Igen, egy DHS alapú konfliktus, egy értelmes biológiai különprogram elindítója. Az azért tud lenni, mert nem tudok rá megoldást. Így van. De maga a konfliktus megoldási stratégiáim nagyon beszűkültek. Vagy így, vagy sehogy. Ez a fekete-fehér. Nem lehet, a germán gyógytudomány nem lehet igaz, mert az onkológusom nem ezt mondta. Így van. Ez a beszűkült megoldási stratégia, vagy megküzdési stratégia pontosan abból áll fent, mert ugye az ember nem is tudja, hogy lehetne ezt a problémát megoldani. Hogy lehetne másképp hozzáállni, más rálátásból, más megoldási perspektívából megközelíteni ezt a helyzetet. Gondolok itt egy diagnózisokra. Tehát addig, igen, ameddig én nem tudom kiheverni magát azt, hogy van egy tünetem, amivel elmentem az orvoshoz, kaptam egy diagnózist, ami végzetes, és dörgedelmes, és autoimmun, és gyógyíthatatlan, és STD. Igen, és ezzel meg kell tanulni együtt élni. Ez a legjobb. Igen, ameddig az ember csak abban az egy gondolati sémában van, hogy rák egyenlő halál, ergo meg fogok halni, addig ezt beteljesítő jóslatként tekinthetjük. Így van. Abban a pillanatban, amikor maga a diagnózist megkapott ember, mert ez már rég nem beteg, zömében olyankor már félig meg van gyógyulva, már a gyógyulási szakaszban jutott el az orvoshoz, amikor elkezd keresgélni más módszereket, más kiutat abból a betegségből, akkor már egy picit kint van
az orra a vízből. Igen. Viszont akkor, amikor mindenhová eljárok, és mindenféle utat kipróbálok, gyakorlatilag az történik, hogy mindenütt felbolygatok valamit, de semmit nem oldok meg. Milliókat költenek fél megoldásokra a fél elem Igen, miatt. De mert mindig mástól várjuk a megoldást, Igen. hogy elmegyek valahova, ott megmondják nekem, hogy így kell csinálni, háromszor kell köszönni a postásnak, Igen. és attól majd minden Vagy megoldódik. Brazíliába. Itt van a saját döntésünkön a súly, hogy azt, amit a germán gyógytudomány elmélete letett az asztalra, én hogyan viszem át a gyakorlatba, hogy valóban megoldom, valóban tudok-e változtatni a hozzáállásomon, az elképzeléseimen, megtalálom-e a kivezető utat ebből az élethelyzetből, vagy akár radikális megoldásokban gondolkodom. Gondolok itt, tessék elválni, ne állj vele Tessék szóba, elköltözni, költözön el. váltsa Nyilván munkahelyet. vannak helyzetek és emberek, akiknek ez az egyetlen megoldási módszer létezik. De itt is saját döntésen múlik, hogy ezt az utat választják-e, és kitartanak-e És mellett. meg is csinál, igen. Mert van egy másik vonulat, hogy a germán gyógytudomány nagyon érdekes, de közben még elmegyek ide, meg elmegyek kemóra, Igen. meg kicsi, kicsi ez, kicsi amaz. Pontosan itt van a lényeges kulcskérdés a germán gyógytudományban. Megismerem, és megnyugszom. Hogy, Na most mondtad ki a hogy legfontosabbat. tudom, hogy mi Igen. a bajom, és Igen. tudom, hogy hogy tudok ebből Igen. kilépni. És tudom azt, hogy minden, ami történik, az értem történik, és nem ellenem. Tehát, ha megnyugodna a kedves beteg attól, hogy már megoldotta a konfliktusát, már tudja is, hogy mi volt az, már azt is tudja, hogy hogy kerülje el, hogy még egyszer ugyanabba a dologba belelépjen, akkor innentől semmi más nem szükséges, csak a nyugalom mellett esetleg valami tüneti terápia. Esetleg. De nézzük tovább, mert Hammer doktornak egy másik könyvéből idézem a következő mondatot, a Rák és minden úgynevezett betegség című rövid bevezetőjéből. A konfliktust lélekből kiindulva kell megoldani, hiszen valódi problémán alapul. A gyakorlati megoldás minden esetben a legjobb, és legtartósabb, hiszen végérvényes megoldás. Ha azonban a próbálkozásunk nem jár sikerrel, akkor bevethetjük a beszélgetés terápiát, ez a második legjobb lehetőség. Vagyis Hammer doktor itt pont arra utal, amit te elmondtál, hogy a legjobb megoldás az, hogyha van egy végleges megoldás, teszem azt munkahelyi konfliktus, munkahelyet vált. Így van. Nagyon sok konfliktus pont attól oldódik meg, hogy beszélünk róla. Igen. Tehát itt a beszélgetés terápia, ameddig meg sem mondom, hogy mi a bajom, csak várom a megoldást, addig semmi nem változik. Ugyanígy van ez az életünkben, és ha mindig mindent ugyanúgy teszünk, mindig ugyanarra az eredményre jutunk. Ez teljesen természetes. Ez logikus. Valami, igen, csak az a gondunk nekünk általában embereknek, hogy mindent ugyanúgy akarunk csinálni, csak más eredményt várunk el. Hát persze, mert megszoktuk. A szokásainknak a rabja vagyunk, illetve annak a neveltetésnek, amit gyerekkorunkból hozunk. És ezért hisszük azt, hogy a betegségeinket örököltük a szüleinktől. El szoktam mondani, hogy a szakácskönyvet meg a szegénységet azt örököljük, a betegségeket nem. Viselkedési mintákat másolunk, és ezért lehet csináljuk ugyanazt a betegséget, amit a szüleink. Igen, az a különbség van még a mai ember és a 100 évvel ezelőtt élő ember Igen. között, hogy a beszélgetés minősége, illetve mennyisége teljesen megváltozott. Hát igen. Gondoljunk csak azokra a virtuális beszélgető felületekre, chat felületekre, amelyeket alkalmazunk, SMS-ben kommunikálunk, nem beszélgetünk, még az érzelmeinket sem fejezzük ki szavakban, hanem egy ikont, egy valamilyen matricát küldünk, és az majd jelezi, vagy jelzi szavak helyettem nélkül, igen. szavak nélkül, hogy mire igen. gondolok. A beszélgetés kapcsán a görögök azt mondták, ha egy problémáról beszélsz, akkor már 50%-ban meg is oldottad. Igen, erre Hammer doktor is fog utalni a továbbiakban. Az is érdekes, hogy ha elmondjuk, hogy mi a problémánk maga, akkor nagyon sokszor a megfogalmazásban már megvan az a megoldási útvonal, amit
pont az, aki a konfliktust elszenvedte, észre sem veszi. Nagyon fontos a szóhasználat, nagyon fontos az, hogy milyen érzelmi intenzitással beszél magáról a konfliktusról. És nagyon fontos, hogy a beszélgető partner erre hogyan reagál, hogy bűntudatot kelte benne, avagy megértően és hát megoldásorientáltan történik ez az egész beszélgetés. A beszélgetés terápiának a lényege az őszintesség, Hát igen. a lényege a közvetlenség, az empátia, illetve az együttértő, az együttérző szeretet megnyilvánulása. A figyelem, hogy mennyire odafigyelek és mennyire hallgatom meg magát az embert, aki elmondja azt, amit szeretett volna. A legjobb megoldásnak az tűnik, ha a páciens egy ilyen együttműködés keretén belül maga talál rá a megoldásra, idézem Hammer doktort. Nyilván rá kell vezetni az újfajta megközelítésre. Nagyon sokszor az előbb is említettem, hogy maga a történet elmesélése a beszélgetés keretein belül is már megnyilvánul az a megoldási stratégia, az a megoldási irány, amit ő szeretne megoldani. Mert például egy haragnál nem az a lényeg, hogy engem mennyire bosszant a másik viselkedése, hanem az bosszant, hogy ezt nem tudjuk megoldani. Én szeretném, vele szeretném, csak nem így. Igen. És ha erre a felismerésre rálát maga az, aki a bosszankodással fordul a beszélgetés során, akkor meg lehet világítani azt, hogy rendben van, hogy nem így, de akkor hogyan? És akkor már egyszerűen rá lehet vezetni magára a megoldásra. Igen. A következőkben Hammer doktor azt írja, hogy természetesen vannak konfliktusok, melyeken szellemileg kell felülemelkedni. A megosztott szenvedés peleződik, ugye, amint az előbb említetted a görögöknél. A reálisan nem megoldható konfliktusok esetén segítséget nyújtott az embereknek a konfliktusnak a szellemi úton való legyőzésébe. Ez egy nagyon, nagyon inspiráló gondolat, és ha maga a konfliktus reálisan nem megoldható, vannak olyan helyzetek, amelyeken már nem tudunk változtatni. Valaki meghalt. Például a gyász és az elengedés történetét, hogy hogyan dolgozzuk fel, de ne fussunk ennyire előre. Jó. Vegyük a születéstől a halálig, jó? Mert a születéssel kapcsolatos történetek, meg az első éveink, azok főleg a falat konfliktusokról szólnak. Igen. Ha megtanulom azt, és szellemileg felül tudok emelkedni azon az elképzelésemen, hogy nekem mindig minden jár, aha, akkor egy picit másképp tudok a helyzetekkel megküzdeni. Nem kaphatok meg mindig mindent. Ha ezt el tudom fogadni, akkor már a falat konfliktusaim gyökerét kiszedtem. Ha a világom, az életem értékét nem a megszerzett anyagi javak, a vanok adják, ha a dolgaim például nem úgy alakulnak, hogy az elvárásaim diktálják, akkor mit teszek? Bosszankodom, rágódom, az egésztől szarul érzem magam. Mi lenne, ha ezen próbálnék felülemelkedni? Mi lenne, ha el tudnám néha azt is fogadni, hogy mások akarata, vágya, elképzelése is teljesülhet? A világról, önmagamról, az életemről kialakult képen milyen, illetve mihez képest, mi az én viszonyítási alapom? Olyan akarok lenni, mint a nagyobb testvérem, és ha nem vagyok olyan ügyes, akkor jön a lúdtalp. Igen, mert ugye igen. Nem vagyok, mindig jobban el tud futni előlem, ez egy tipikus gyermekbetegség. Igen. Viszont azt gondolom, hogy ez még felnőtt korban is néha kísért bennünket. Ha például valaki egy kritikus megjegyzést tesz rám tínédzser korban, ajaj, azt miként kezelem be? Mocskoltságként? Azt gondolom, hogy ez az én személyem elleni támadás. Uh-huh. Ez pontosan azt az imást sérti és pocskolja be, amit én nagy küzdelemmel ki akarok építeni. Uh-huh. Aztán menjünk át a felnőtt korba. Vannak olyan embertársaink, akik ilyen mindenható hozzáállással, omnipotenciával állnak a dolgaikhoz.
Nekem mindig mindenkiért aggódnom kell, mondja a családanya, és az aggódásának a következménye a mellprogram. Vagy nekem mindig mindenkiért dolgoznom kell. Ez a Családapa. túlhajszoltság Igen. konfliktusa a családapáknál. Vagy gondoljunk csak a tökéletességre való törekvésünkre. Arra, hogy nekem mindig mindent gyorsan és tökéletesen kell megoldanom. Ez csak egy pajzsmirigy Program. programnak a kapcsán szokott előjönni. Lehet, hogy nem is csak egy programban vagyok én túl lassú, hanem folyamatos versenyben vagyok önmagammal. Lehet, hogy az a konfliktus, az a DHS éppen a munkahelyemen ért, mert valaki elhappolt előlem a jó állást, és nem tudtam elég gyors lenni. De észreveszem el, hogy otthon is időre főzök, minden tökéletesen ki kell vixolnom. Folyamatosan túl lassú vagyok programot hajtom. Ez egy viselkedésé válik idővel. Vagy mondom csak a birtoklási vágy átalakítására a birtokkonfliktusoknál. Hát kit birtokolhatom mi valójában? Valójában. Ha picit fel tudnánk lazítani a társfüggést egy birtokzónás konfliktus esetén, akkor már az intenzitásából is tudnánk visszafogni. Vagy a megfelelési törekvéseinket lezárni nánk időskorban, mert szeretnénk jó nagymamák lenni, meg jó Igen. nagypapák is. Az Igen. utolsó fillért is félretesszük, hogy jön a hogy. karácsony. Igen. Vagy a megfelelési kényszerünk hajta azokra a viselkedésekre, főzési produkciókra, amikor hatfogásos menüt készítek Jaj, mert jön nyolc a család. embernek, mert jön a család. Vagy a megfelelési kényszer, hogy képtelen vagyok már a kezemben tartani a dolgokat, gondoljunk ki csak a bütykökre a nagymamáknál. És igen, hogy hogyan szembesülök az élet elmúlásával, hogy most jussunk el Igen. oda arra folyamatra, mivel kezdett Karesz a gyászsal és az Igen. elengedéssel, hogy hogyan állok hozzá az élet elmúlásához, hogy melyek azok a dolgok, amelyeket én szellemileg felül tudok ezeken emelkedni, vagy sem. Itt nagyon fontos az, hogy a szellemileg felülemelkedés alatt ne az agyalást értsük. Hát Tehát igen. ne azt értsük, hogy besöpörjük a szőnyeg alá, hanem hogy egy más, nem szeretem ezt a szót, hogy tudatossági szint, mert ez is egy relatív önleértékelés lehetősége. De egy más belátási szintről, egy más nézőpontról. megközelítésből tudok-e a problémáimon másképp, problémáimra másképp reagálni. Hogy nézzük meg azt a szellemileg felülemelkedést. Ameddig az óvodásnak problémát jelent, hogy át kell adni a homokozó lapátot másnak, talán egy felnőtt embernek, vagy egy nyugdíjasnak, már ez nem jelent problémát. Én ezt értem szellemi felülemelkedésként, hogy érzelmileg mások a reakcióim. Nem kitalálom, hogy ez engem nem érdekel, vagy azt gondolom, hogy én ezt már megoldottam, Azt gondolom, igen. mert az egóm azt mondatja velem, hogy nem lehetek ennyire kicsinyes, hogy még mindig az óvodástól vegyem el a homokozó lapátját. Igen. De be kell látnunk, hogy a konfliktusunk jelenléte, a konfliktusunk megléte, az valamilyen hibásan működő konfliktuskezelési módszert takar. És ez lesz az, ami elvezet a krónikus folyamatokhoz. Mert egy ideig megnyugszom, hogy megoldottam, aztán csak nem nyugodtam meg, a budin próbálja mindig az evés. Azt szoktam mondani a páciensnek, ha tüneted van, az azt jelenti, hogy újra megoldottad a konfliktust. Tehát egyszer megoldottad, aztán újra megoldottad. Miért? Mert először se oldottad meg érzelmileg és 100%-osan. Csak a körülményeket Csak változtattuk igen, hozzá, hát az, ezért igen. tudott megnyugodni a biológiánk, de a gondolkodási sémánk, az érzelmi Igen. reakcióink, a világról alkotott szemantikus képünk nem változott, tehát a következő falat konfliktusra ugyanúgy Ugyanúgy fogok reagálunk. reagálni. Igen. Hát pont ez a tanfolyamnak a lényege, hogy ezekre világítsunk rá, hogy hogyan tudjunk úgy élni, hogy meg se betegedjünk. Ezekre a kérdésekre, tehát az eddig felvetett dolgokra, pontosan a válaszok a 15 megoldási kulcsban vannak. Na de vannak olyan konfliktusok, amelyeket nem szabad megoldani, ezt Strámer doktor is leírja, tudjuk, aki foglalkozik germán gyógytudományon,
az ezzel tisztában van, és én azt mondom, hogy mindenkinek ismernie kell a germán gyógytudományt, aki emberekkel foglalkozik, legyen az fodrász, műkörmös, vagy mondj még néhány ilyet. Hát bármelyik segítő szakmát beszámolhatnánk ide, de vannak konfliktusok, amiket nem szabad megoldani. És vannak olyan kanapi specialisták, akik kanapiról osztogatják másnak a megoldási struktúrát. Ó, ugyan drágám, meghalt a férje, dobd ki az összes tucát, kezdj új életet. Vagy azok a helyzetek, amikor gyerekként beavatkozunk a szüleink életritmusába, életvitelébe, mert azt gondoljuk, hogy milyen jót tesz apunak, hogyha a meghalt anyukák dolgait elvisszük a szeme elől. Hogyha teljesen felborítjuk az ő életét, mert egy sokkal luxusosabb, sokkal komfortosabb körülmények közé helyezzük, vagy egy elit öreg otthonba. Vannak helyzetek, amiket nem szabad megoldani, és itt nagyon fontos az, hogy az, aki bárkinek tanácsot ad, bármilyen élethelyzetben, ismeri a germán gyógytudományt. Ezt feltétlenül. Ezt nem győzöm erre felhívni a figyelmét mindenkinek, aki tanfolyamra eljön, vagy segítő szakmában dolgozik, és úgy kerül el hozzánk mondjuk egy konzultációra. Hogy vannak dolgok, amit nem szabad megoldani. Egy gondolatot szeretnék hozzáfűzni, hogy nem a germán gyógytudományt kell beilleszteni a segítő tudásba. Igen. Mert itt van a másik nagy probléma, hogy hallom, elkezdem feszegetni a konfliktusait, hanem a germán gyógytudomány ad alapot és ahhoz, biztos tudást ahhoz, amit a segítő pályán tanultunk, vagy tanítottak. Megint nagyon fontos dolgot jelentettél ki. Mert a germán gyógytudomány így egész és kerek, és így értelmezhető minden. De ameddig ezzel nem vagyunk tisztában, addig hogyan tudunk alapvető működésben változtatást, javítást eszközölni, ameddig szétválasztjuk a testet a lélektől, és külön-külön akarunk hatni sejtszinten, vagy egyéb módon arra, ami komplett, kerek és egész. Hát így van. Na most nagyon lényeges a komplikációk felismerése. Erre külön kitértem a múlt heti előadásban, hogy eleve komplikációnak éli meg a beteg magát a gyógyulási tüneteket is. Ezért kell tudnia azt, hogy mi történik vele, hogy ezt mondjam, örömmel tudja fogadni. És nagyon örülök annak, hogy sok hallgató egy tanfolyam után azt mondja, hogy hát megfájdult a könyököm, de örülök, mert tudom, hogy mit oldottam meg. Vagy éppenséggel volt egy kötőhártya gyulladásom, de nagyon örültem neki, mert tudtam, hogy megoldottam azt, hogy. Tehát ezek nagyon lényeges dolgok, hogy hogyan éli meg a beteg a tüneteit, mert hogyha nincsen benne félelem, akkor a legrövidebb idő alatt elmúlik. Ugye, és milyen tünetek kísérik a gyógyulást, azt el kell mondani a betegnek, hogy legyen vele tisztában. Sőt, na most, már az epileptoid krízis tüneteit is mennyivel másképp tudja fogadni, ha várja, ha tudja, hogy oké, akkor most vagyok a felénél, már hurrá, már félig meg vagyok gyógyulva. Így van, ez nem valami szörnyűség, hanem a bizonyíték arra, hogy jól csinálom. Igen, ez volna a lényeg. És persze ezeket csak a GNM ismeretével tudjuk, illetve, ami nagyon fontos lenne, hogy a következmény konfliktusokat is megoldjuk. Mert ugye, ha belezuhan a Ja Istenem, mi lesz velem című programba a kedves páciens, akkor még több vizet gyűjt a szervezetébe, és onnantól még jobban fokozódni fognak a tünetei, hogy csak egyetlen következmény konfliktust említsek. A következmény konfliktusnál menjünk egy picit ebbe a témába bele, mert én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy milyen következmény konfliktusokkal nézhetünk szembe. Nem elbagatelizálandó tétel ez sem. Ha megengedik a kedves hallgatók, akkor egy történetet mesélnék egy férfiről, nevezzük őt Pörgős Péternek. Kedvenc szervem a pajzsmirigy programmal kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy a türelmetlenség a germán gyógytudomány ismeretének az egyik kulcsfontosságú pontja. Mert jó, hogy tudom, hogy
hogy mi a konfliktusom. De Jó, mikor? mikor? Tudom, de mikor fogok Mikor fogok? meggyógyulni? Na. Tehát, hogy ez a túl lassú vagyok a falat, mint a gyógyulásom megkapását, illetően ez azért nagyon fontos tudni. Most remélem, hogy ebben a rövid humoros szösszeredben azért páran magukra ismernek, mert mindig a következő kérdés, hogy akkor mikor fogok meggyógyulni? Igen. Azt se tudjuk, hogy mikor volt a DHS, de már pontos dátumot, órára, percre pontosan mondjuk. Na. Na, van ez a Pörgős Péter nevű úriemberünk, aki a pajzsmirigyét aktiválta a túl lassú vagyok programmal. Aztán, amikor átmegy a megoldásba a kedves Péter, akkor kicsit lelassul. Igen, ám de ezt a lassúságot nem tudja elfogadni, és próbálja kompenzálni túlhajszoltsággal, mert oké, hogy időm az rövid, de legalább, ha több mindent csinálok, akkor talán utól érem magam. Ez a túlhajszoltság pedig a szívét fogja érinteni. Milyen programmal? A túlhajszoltsággal a szívizomzat bontása, építése, és ugye ennek az sokáig tart, a megoldási fázisában az epileptoid krízisben jön a szívinfarktus, a szívizominfarktus. Jó, ne menjünk ennyire előre, ez a Pörgős Péter nem jutott el az infarktusig. Jó, csak billentyű hibája csak van, billentyű csak mitrális prolapszus így jutott hibái el. Vannak, és, ja. És kiírták 2 hét szabadságra. Igen, na most. De hát még így is túl lassú vagyok, hát nézd meg, hogy milyen állapotba kerültem. Elkezdik vizsgálgatni, kiderül a pajzsmirigy alulműködése, már ott a laborleletek ezt mutatják, és az endokrinológus orvosa megfenyegeti, hogy hát azért itt ez egy komoly történet. A rémület félelem például hát elakasztja, elakasztja a hangját, de megoldáskor bereked. Ez egy nagyon érdekes történet, hiszen a gége meg a pajzsmirigy azok szomszédok, biztos kölcsönhatásban vannak. Igen, hallottam már ilyet, hogy már hogy szomszédok, és hatnak egymásra. Engem a pajzsmirigy programommal kapcsolatosan még a túlműködéses időszakban megkérdezett egy endokrinológus, hogy nem érzek szorítást a torkomban? Hát addig nem, de ahogy kijöttem már mintha szorítana a pajzsmirigyem. Ezek a történetek nagyon banálisak, de bárkivel előfordulhatnak. Ez az állapot, ez amíg így is lassú vagyok, beteg vagyok állapot, bosszankodáshoz is vezet, hogy a fenébe hát már nem tudom megcsinálni azt, amit kéne, már nem vagyok rá képes, és így tovább. A tápénzes időszakon belül megélhetem azt, hogy mi lesz így velünk, hiszen a gyerek különböző szakkörre jár, kezdődik az iskola, ki kell fizetni, nem lesz elég pénzünk, éhen fogunk halni. Ez már máj program. Áttét a májba, így szokták diagnosztizálni, de félhet a jövőtől, hogy valami kivéthetetlenül jön felém egy csőd, egy anyagi csőd, mert lebetegedtem, és az viszont megcsinálja neki a non-Hodgkin limfómáját. Az otthon töltött, betegszabadságon töltött idő alatt észrevesz, hogy a család folyamatosan dolgozik, pörög mindenki körülötte, csak ő beteg egyedül, és teljesen elmagányosodik ebben az állapotban, ez pedig úgy hat a biológiájára, hogy... Begyűjti a vizet a szervezetébe, és a tünetei még fokozottabbak lesznek. El lehet jutni egészen oda, hogy teljesen tudatzavarig. Tehát amikor azt se tudja, hogy hol van, hogy milyen év van, hogy hány óra van, és hogy egyáltalán aki mellette van, az kicsoda. Beszélget néha telefonon a kollégáival, hogy mi történik bent az irodában, és elújságolják neki, hogy van egy új kolléga, akit a főnök most vett oda, és Pörgős Péter azt érzi, hogy egy ingoványos területre tévedsz, hogy kihúzták a lába alól a szőnyeget. Bizonytalan a jövője. Bizonytalan a jövője, a jelene, hogy mi lesz így. És már elkezd szédülni, természetesen. Arra is gondol, hogy ha ez így marad, hát akkor nem tudja kézben tartani a csapatát. Mi lesz, ha az üdvöske elveszi az ő csapatát a munkahelyén? Nem tudom a kezemben megtartani. Az eddigi birtokomat, hát a kézremegéshez, Parkinson-kórhoz vezethet, vagy mondjam azt, hogy szerencsésebb helyzetben megúszza egy inhüvei gyulladással.
De említetted a birtokot, hogy mi lesz, ha elvesztem a birtokot, ez egy birtokfértést Igen, indíthat és el. akkor a megoldásban, amikor kiderül, hogy mégsem, akkor visszamegy dolgozni, és akkor jön a tüdőgyulladás megoldási szakaszban. Főleg egy férfi esetében, de bármelyikünk esetében bármilyen nemet veszünk Hánybetegségről beszéltünk görcső alá, eddig? nem tudom, nem számoltam meg, de mindegyik ilyen otthon maradok, nem tudok dolgozni, már képtelen vagyok bemenni a munkahelyemre és ellátni a felnőtt Ez emberi feladataimat. súlyos Ez önleértékelés. már egy központi Ez önleértékelés. központ. Milyen ember vagyok én, a feleségem tart el, és így tovább. Kezdő. Ettől már szarul is érezhetem magam. Ettől igen, szóval lehet ezt fokozni, mondtam, hogy minél intelligensebb valaki. Igen, de a helyzet is igazságtalan, hogy pont én. Hát természetes, hogy miért velem történt ez, miért nem a másikkal. És a partneremmel sem vagyok fel, hogy itt fekszem betegen, kiszolgáltatottan, nekem kéne hoznom a mamutot, a nagy fizetést haza, rájövök, hogy a gyerekeink nem feltétlenül az én erkölcsi elvárásaim szerint működnek, nem vagyok velük se fel, mert ideges vagyok, hamar rájuk szólok. Folyamatosan azt élem meg, hogy nem vagyok fair, Tehát, se jó hogyha már, partner, se jó igen, apa. ha már a partner oldalon és gyerek oldalon is megértem az önértékelést, akkor viszont jön a csodálatos, saját hajamnál húzom ki magamat az állapotból, az a konstellált állapot, amit megalomán konstellációnak nevezünk, és innentől önmagát fogja kijelölni a legjobb családapának, a legjobb férjnek, ő lesz a legjobb munkaerő, és ő mindenkinek mindig mindent megmond, minden családban vannak ilyen emberek, akik többet hisznek magukról, mint amennyi az ő tudásuk. Tehát a következmény konfliktusokat nagyon szépen végigvezettük, és láttuk, hogy hány újabb és újabb programot tudunk elindítani. Ez nyilvánvalóan szintén nyomot hagy a biológiánkban, de tudni kellene azt, hogy egy konfliktus megjelenése milyen változásokat hoz az életemben, a gondolkodásomban, az életvitelemben, a mozgásom szabadságában, és ezeket a következmény konfliktusokat is igen fel kell tárni, és meg kell oldani a lásd a diagnózis sokkot, hogy Igen. túl tudjon ezen lépni, és ehhez is csak a germánygyógytudomány Hát az alap. most következmény konfliktusokról előadás sorozatokat lehetne tartani, és akkor se tudnánk kimeríteni a teljes lehetőséget, de pontosan a gyógyulási fázis az, ami a betegben újraindít egy programot. Igen. Egyszerű történet, elkezd gyógyulni a vastagbél daganata, és véres, gennyes székletei lesznek fájdalommal. Hogy érzi magát? Szarul. Megint szarul érzi magát. És ezzel újra generálja az egészet. Volt ilyen betegünk, aki 4 évig kínlódott a végbél daganatával, míg végre az egésztől megszabadult. Mert ugye függő gyógyulásban maradt. De ugyanígy függő gyógyulásban marad egy ízületnek a gyógyulása is, függő gyógyulásban marad bármilyen történet, csak most nem nincs időnk ezekre részletesebben kitérni. De elérkeztünk oda, hogy most már tényleg a gyógyszeres terápiáról is beszéljünk, ugye? És itt Hammer doktort idézem szó szerint, a következőt mondja. Gyakorlatilag egy gyógyszer sem hat közvetlenül a szervre. Ha eltekintünk egy méreg vagy gyógyszer szájon át történő alkalmazása során a bél lokális, vagyis helyi reakcióitól. Az összes többi orvosság az agyra fejti ki a hatását. És a hatásuk gyakorlatilag az az effektus, vagyis az a hatás, amit az agy, illetve különböző részeinek mérgezése szervi szinten okoz. Ha rövidebb a konfliktus időtartama, akkor a konfliktus időtartama azáltal csekélyebb a konfliktus tömeg, ez természetes. A megoldási fázisban általában nem kell különösebb komplikációkkal számolnunk. Maradnak a különleges esetek, amelyek a természetben halállal végződnek, ezekre azonban az orvosi erkölcsnek megfelelően kiemelt figyelmet kell fordítanunk. Tehát a betegek 80%-a teljes mértékben önmagától meg tudna gyógyulni, ha ismerné az öt biológiai törvényt és a rá vonatkozó
külön programot, hogy az milyen tünetekkel fog gyógyulni, és megnyugodna. 80%-a. 20%-nak szüksége van orvosi segítségre, mert túl nagy a konfliktus tömeg, mert túl intenzív volt a konfliktus megélése, vagy már régi történetről van szó. Tehát a komplikációk elkerülése véget, amiben az előző múlt heti előadásban is beszéltem, tehát pont emiatt van szükség egy gyógyházra, ahogy azt Hammer doktor nevezi, hogy megfelelő orvosi ellátásba tudjuk őt részesíteni. Gondoljunk csak egy vakbélműtétre, annak is nem a konfliktus megoldását kell keresni, hanem azt nyilván való. Hát természetesen egy vakbelet meg fogunk ezután is műteni, és mert tudjuk, hogy már megoldási fázisba került egy nagyon ocsmány, megemészthetetlen bosszúság. Nos, mindig a józan ész nem lehet, ugye az előző előadásnak az volt a címe, hogy a kezelés előfeltétele az egészséges emberi értelem. Így van, az egészséges emberi értelem. Tehát nem lehet elfelejteni mindazt, amit az egyetemen tanultunk, és az a beteg javát szolgálja. Tehát csak arról van szó, hogy a tudásunkat felül kell vizsgálni. Na most, ami a gyógyszereket illeti, vannak szimpatikotóniás szerek, amik erősítik a stresszt, és vannak vagotóniát segítő szerek, ezek a paraszimpatomimetikumok és a szimpatikolitikumok. Nem kell ezeket megtanulni, de kollégák ezeket mind ismerik, gyógyszertanból vizsgáztunk belőle. A kétféle gyógyszerhatás vagy serkenti, vagy gátolja a vegetatív idegrendszernek a működését, a két végpontját, a szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszer. Az adrenalin, noradrenalin, kortizon, ezekről már beszéltem, illetve hidrokortizon, ezek a szimpatikus hatást fokozzák. Ide tartozik még a koffein, a tein, a penicillin, a digoxin, ezek mind szimpatikus hatást serkentenek, kérem szépen. Tehát a gyógyulási szakaszban adva ezeket, konfliktus aktív szakaszba jut az ember. Alkalmazhatjuk, ha enyhíteni szeretnénk ugye a gyógyulási szakasznak a nagyon erős vagotóniás hatásait, és ezzel fogjuk tudni csökkenteni az agyi ödémát is, ami ott természetesen megjelenik. De túl nagy mennyiségben újabb komplikációkat okozhat. Minden nyugtató, altató, görcsoldó szer, amelyek felerősítik a vagotóniát, vagy enyhítik a szimpatikotóniát, az ugye a vagotóniára fog hatni. A vagotóniát tehát vagy fel lehet erősíteni, vagy csökkentem a szimpatikus hatást, és attól lesz erősebb a vagotóniás hatás. A különbözőség abban keresendő, hogy eltérő hatást fejtenek ki az agyban. Vannak ugye kolinészteráz gátlók, muszkalin agonisták és paraszimpatikus hatást erősítő egyéb gyógyszerek is, amiket nem akarok külön kitérni, mert nem orvosi előadás, hanem laikusok tájékoztatása a jelen esetben az elsődleges cél. A lényeg az, hogy ezek ködösítik a klinikai képet, ha konfliktus aktív szakaszban adjuk. És mindjárt jönnek a példák is ezzel kapcsolatosan. A tüdőgyulladás ugye az a megoldási fázisa a birtok, féltés konfliktusnak, és az addig fekélyes nyálkahártya a légcsőben, a hörgőben, bronchiális fekélyesedés, ugye ez fog gyógyulási szakaszba átmenni. A konfliktus a birtokféltés. Ha most ez 3 hónapig tartott, akkor gyakorlatilag lesznek természetesen tünetei a betegnek, de különösebb gyógyszeres kezelés nélkül képes meggyógyulni. Viszont, ha 9 hónapig tartott a birtok féltés konfliktus, vagy ennél hosszabb ideig tartott, akkor a Gerván gyógytudománynak a doktora tudja, hogy az epileptoid krízisbe az ilyen beteg belehal. Tehát mindent megteszünk azért, hogy ez túlélje. És ekkor fogunk adni például kortizont nagy adagban a megoldási szakaszban, közvetlenül az epileptoid krízis közben, pontosan azért, hogy az epileptoid krízis követő kritikus pontot a beteg átvészelje.
Az érdekesség az, hogy ugye nem csak a birtokvesztés konfliktus, hanem a birtokféltés konfliktus is okoz súlyos következményt. A tüdőgyulladásnak a lefolyását látjuk ezen a képen. Ez a My Student and Mayhem könyvből való. És láthatjuk a Hammeri iránytűt, és alatta az agyi CT-t, illetve a röntgen kép felvételét. Az agyi szinten a góc természetesen a jobb oldalt van, konfliktus aktív szakaszban, körkörös gyűrűk formájában, a megoldási szakaszban pedig látható az ödéma, illetve az ödémának az eltűnése már az epileptoid krízis során. A megoldási szakaszban ugye jönnek a betegségnek nevezett tünetek, amikor ismételten felnyílnak a hörgőcskék, és hát köhögés lesz, váladékürítés lesz, és a többi. A következő képen, igen, még mindig a gyógyszeres terápiával foglalkozunk, és egy másik példát említ Hammer doktor, az angina pectoris. Ugye itt konfliktus aktív szakaszban jelenik meg a fájdalom, és mit adunk a betegnek, béta blokkolót, nyugtatót, meg egy csomó minden mást, ugye, a jelenlegi gyakorlat szerint. Valójában viszont azért van tünete a betegnek, hogy tisztázza, hogy egy olyan konfliktusa van, amit minél hamarabb meg kell oldania, és itt a fájdalomnak a csillapítása az nem éppen a legjobb ötlet. Szó szerint azt írja, hogy a természet olyan tüneteket hozott létre, amelyek segítségével a konfliktus, vagyis a birtokkonfliktus megoldódhat, és nem abból a célból, hogy mindenféle doktorok és alternatív gyógyítók közbeavatkozzanak, és megszüntessék ezt a tünetet. Ez szó szerint Hammer doktor így írta le a könyvében. Ehelyett normális esetben segítséget kellene nyújtanunk a betegnek abban, hogy megoldja a konfliktusát, és akkor az angina pectoris is köddé válik, gyógyszerekkel, vagy anélkül. Ez pontosan így van. És azt is írja Hammer doktor, hogy ez nagyon veszélyes, hogyha nincsen semmilyen tünete, és végül a beteg valahogyan spontán megoldja a konfliktusát. Megoldódik, az élet úgy hozza, de már túl van a 9 hónapon, és akkor az aktív epileptoid krízisben, szívinfarktusban fog meghalni. Tehát ezért megint csak ott tartunk, hogy a germán gyógytudomány ismerete. További idézetek Hammer doktortól. Minden megoldást követő fázis esetén az is fontos tudni, hogy a tünetek a teljes gyógyulás, vagy egy újabb recidíva, tehát ami egy látszólagos javulás látszatát kelti, becsapódása miatt szűnnek meg. Tehát nem mindegy, hogy a tünetek miért szűntek meg. Mert ugye azt is tudjuk, hogy az epileptoid krízis alatt is mondjuk valakinek megszűnik az ízületi fájdalma, utána újra jelentkezik. Egy újabb konfliktus aktív szakaszban is megszűnhet a konfliktusa, illetve bocsánat, a fájdalma, meg hát ha gyógyszert adnak rá, hogy szteroidot, akkor hormonálisan teszik konfliktus aktív szakaszba. Tehát mindenképpen tisztázni kell, hogy hol tartunk, amikor a beteg először megérkezik azzal, hogy voltak fájdalmai, és most elmúltak. Hogy valóban megoldotta, vagy nem. De hát, ha ismerjük a Hammeri iránytűt, akkor ezt ki tudjuk nyomozni. A sejtmérgek álterápiája, vagyis a kemoterápia, a megoldás követő fázisban alkalmazva jogosulatlanul könyvelt el tüneti idézőjelbe tett sikereket, azáltal, hogy a gyógyulás értelmes tüneteit ostoba módon leállította, miközben a teljes szervezetet megmérgezte. Tehát a méregterápia, a kemoterápia az valójában leállítja a gyógyulási tüneteket. És azt hisszük, hogy ha nincsenek gyógyulási tünetek, akkor minden rendben van. A beteg hazamegy, és a következő kontrollon, ugye megnyugodott, befejezte a kemót, és mi történik? Kiújul a daganat. Mert végre a biológia megint hozzá fog befejezni azt a programot, amit a méregterápiával leállítottak. És
Ez a történet, hogy újra mérgezünk, és újra gyógyulunk, és újra mérgezünk, és újra gyógyulunk, ez a temetőben ér véget. Megemlíteném, hogy amikor a megoldási szakasz első részében, tehát az exudatív fázisban csinálnak szövettani vizsgálatot, akkor az mindig rossz indulatú daganatnak lesz címkézve. Ha az epileptoid krízis után a hegesedési fázisban készül a szövettani vizsgálat, arról már azt fogják írni, hogy jó indulatú daganat. A tüneti orvoslásban és minden úgynevezett alternatív módszerben van valami közös, akár homeopátiásan vagy allopátiásan adagolva műzlit, fagyöngyöt vagy oxigént, makrobiotikát, bakcseppeket vagy bármi mást adunk, állítólag minden szer tünetileg hat. Valójában az egyetlen, ami hat, az az agyon keresztül történik, és ezt a tényt figyelmen kívül hagyják. Szó szerint idéztem Hammer doktort. Az olyan érvek, mint például Hammer úr, a lelket ön egyáltalán nem képes megmérni. Mi kifogása lehet a bakcseppek ellen, hiszen ezek a szerek a lelken keresztül fejtik ki a hatásukat? És Hammer doktor erre a következőt válaszolta. A lelket természetesen nem tudom mérni, azonban azt tapasztalom, hogy az ember egy bizonyos konfliktus esetén, amely valójában egy lelki folyamat, az agy egy bizonyos területén gócot, a szerven pedig változást hoz létre. Ezzel meghatároztam és behatároltam a lelket, tehát nem szükséges a súlyát lemérnem, de így természettudományos módon be tudom bizonyítani. Igen, a lélekre ható szerek története vagy álcája alatt rengeteg üzleti ág tud működni, és azt gondolom, hogy még mindig arra a szükségletünkre, arra a naív mesére támaszkodik ez a rendszer, hogy majd kívülről valami jön és megajándékoz bennünket. Önök még hisznek a télapóban? Hát igen. Tehát ha ismerjük a szervezetünknek a valós működését, akkor természetes lesz az, hogy tudni fogjuk, hogy mi az, ami segít, és mi az, ami nem segít. Mint mondtam, a gyógyulási szakaszban nyugodtan megfelelő táplálékra van szükség, és a szervezetnek mindent meg kell adni ahhoz, hogy meg tudjon gyógyulni. Na de kérem szépen, fel kell tegyük magunknak a kérdést, ismét szó szerint idézem Hammer doktort, hogy valamilyen szerekkel meg lehet-e oldani például egy konfliktust, ha ez, ahogyan azt már tudjuk, a legfontosabb kritérium. Ez engem is érdekelne, hogy van-e ilyen antikonfliktus. Mondtam, valami? Hogy a leszarom tabletta az esetleg szóba jöhet. De hogyan várnánk el bármilyen külső szertől segítséget, hogy másképp reagáljon érzelmileg helyettünk? Egyáltalán etikus lenne egy szernek átadni az életünk fölött irányítást. Én nem szeretnék kérdbe venni. Én nagyon szeretek döntéseket hozni. Hát ez a jó a germán gyógytudomány terápiában, amint azt említettem, hogy itt a főnök a beteg. Tehát itt nem alá-fölé rendeltségi viszony van doktor és páciens között, hanem mellé rendeltségi viszony. Megbeszéljük, hogy mi az, amit én meg tudok tenni a gyógyulásom érdekébe. Na most ugye tehát bizonyos anyagok esetlegesen csupán a megoldási fázist támogató hatást fejtenek ki. Tehát ha köhögés elleni szirupot adunk, akkor nem azt jelenti, hogy ez gyógyította meg a beteget, hanem a gyógyulási fázisban segített neki a tüneteknek az enyhítésében. De ott már ő amúgy gyógyulási szakaszban volt. A germán gyógytudomány doktor ezen kívül legyen képzett, emberileg kvalifikált orvosnyomozó, hiszen a jövő gyógykezelése nem a gyógyszerek adagolásán alapul. Hát nem az a kérdés, hogy doktor úr mit vegyek be, hanem doktor úr mit tegyek meg azért, hogy meggyógyuljak. A germán gyógytudomány nem résztudomány, amely például csak a konfliktus megoldása korlátozódik, és a komplikációkat meg át fogja ruházni egy másik tudományra, hanem egy átfogó orvoslás,
amely szem előtt tartja a betegség lefolyásának minden lépését, lelki, agyi és szervi szinten. És akkor nézzük, hogy miről is szól a pszichikai lelki szint. Hammer doktor azt írta, hogy praktikus pszichoterápia. Ez annyit jelent, hogy az értelmes biológiai különprogram fázisaihoz és tüneteihez igazodó lelki támogatás, ahogy ő mondta, beszélgetés terápia szükséges. És még egyszer idézem, amit Hammer doktor mondott, a konfliktust lélekből kiindulva kell megoldani, hiszen valódi problémán alapul. A praktikus pszichoterápia egy nagyon érdekes kifejezés, és nagyon-nagyon köszönöm Hammer doktornak ezt a fantasztikus, frappáns megfogalmazását, hiszen egy új fejezetet nyitott a pszichoterápia kategóriájában. Nagyon szerettem volna ezt részletesebben megbeszélni Hammer doktorral, de remélem, hogy a praktikus pszichoterápia címszó alatt senki sem azt érti, amit eddig az akadémikus módszerek közül lehetett tudni, hallani. Miről tudtunk eddig? Hát egy beszélgetés terápiáról van szó. Én a beszélgetés terápia szó hallatán nagyon sok megtermékenyítő gondolattal álltam elő. Ha minden egyes beszélgetésnek, minden egyes pszichológiai alapú beszélgetésnek nem az lenne a gyökere, az a tudás és elméletanyag, amit az iskolákban, a különböző képzőhelyeken elmondanak, hanem minden egyes esetben a germán gyógytudományból indulnánk ki. Ha az öt természettörvényt tudnánk, azt is tudhatnánk, hogy ezek a pszichotikus állapotok sem azért vannak, mert valami nagyon elromlott bennünk, nem ördögtől való dolog, hanem az ember saját értelmes biológiai különprogramja, amivel támogatja a túlélését. Pontosan. Az első beszélgetés során, amikor elkezdünk valakivel beszélgetni, segítő beszélgetés kapcsán, meg kellene kérdezni az anamnézis felvételnél, hogy milyen testi tünetei, betegségei, panaszai voltak. Ez feltételezi azt, hogy már egy konfliktus profilt fel tudunk állítani. Tehát ez az ember inkább a falatokért küzd, falat konfliktusra orientálódik ez a beszélgetés, vagy a támadás, bemocskoltság az alapvető problémája, hogy aggódó típus, hogy önleértékelési problémái vannak, hogy elválasztással kapcsolatos helyzetekben nem tud helytállni, hogy mindenben ott van az ellenszegülése. Ezek különböző kategóriák, és nagyon nem szeretem a címkézést és a kategorizálást, viszont elkerülhetetlen tudni azt, hogy a megközelítési mód mindig a beteg, a beszélgető partner konfliktusára kell irányuljon. Nagyon szép elméleteket lehet tanulni. Tényleg csodálatosak. A kedvencem a tanulás elméletek több tucat, sőt, megkockáztatom, hogy százon túli elméleti alapja van a tanulásnak, hogy hogyan tanulunk. Nagyon szépek, nagyon érdekesek. Én azt gondolom, hogy általános műveltségünket, vagy szakmai tudásunkat, szakmai alaptudásunkat ez bővíti, de abban az esetben, amikor valaki elkeseredett, valaki teljesen összetört egy probléma után, azzal pontosan azt és csak annyit kell megoldani, ami éppen az aktuális életét jellemzi. Fel kellene tárni egy konfliktusorientált beszélgetés során például a körülményeket, a síneket, és itt nem a konfrontációt kellene buzdítani, hogy újra sírra tegyük ezt a drága jó embert, főleg akkor, hogyha már megoldásban van a tünetei alapján, ne tegyük sírra, hagyjuk, hogy a programját befejezze, abban segítsük, hogy ne a személyes összeütközés, vagy a személyes véleményütköztetés legyen a lényeg, hanem ő önmagában tudjon másképp gondolkodni. Át kellene nézni a következtetéseit, például egy diagnózis soknál, hogy halálfélelme az egyáltalán nem valós,
hogy a megoldását ne a diétákban és a különböző Ketyeréknek a ketyeréknek a szedésében. beszedésében lássa, hanem tudja azt, hogy éppen most gyógyulok. Az öt természettörvény alapján kezdenénk el a beszélgetést, azt gondolom, hogy rengeteg embernek nagyon sok örömöt tudnánk bevinni az életébe. Át kellene nézni a hiteinket, a tévhiteket, az önromboló gondolatainkat, rák egyenlő halál például, Igen. hogy ez egy autoimmun, hogy ez gyógyíthatatlan. Nem kérem, ez egy értelmes biológiai külön program. Itt van például azok az önsorsontó meggyőződések, hogy én ebbe bele fogok halni. Hát biztos. Nyilván ez már a tüdőérintettségét is megjeleníti. Ebből baj lesz. Milyen lenne az, amikor nem a negatív dolgokat súlykolnánk, hanem elmondanánk ennek az embernek, hogy drága uram, épp gyógyul. Ezt meg ezt meg ezt megismeri, ön is rájön arra, hogy ilyen vagy olyan konfliktusát már megoldotta. Örüljön neki, készüljön fel a gyógyulásra, tudja azt, hogy ez egy nem sötét zsákutca, hanem épp az az út az életében, ami a gyógyuláshoz és az egészséghez viszi. Itt vannak az önbénító hiedelmeink, hiteink. Például a mi családunkban mindenki ebbe halt meg, anyám, a nővérem, én is. Hát pontosan ezeket a tévhiteket robbantja fel az öt természettörvény ismerete. A germán gyógytudomány szöges ellentéte mindannak az akadémikus hitvilágnak, amit eddig tudunk. Ezért mondtam, hogy a betegségeket nem örököljük, csak a viselkedés mintákat másoljuk. És a segítő beszélgető társnak pontosan az lenne a célja, hogy nem a halálba vezető utat tegye kényelmessé, akadálymentessé, hanem a gyógyulás örömét átadja, hogy ebből igenis van megoldás, van kiút, már éppen abban van. Vagy gondoljunk csak azokra a helyzetekre, amelyeket különböző családi programok indítanak el. Mennyire jó lenne, hogyha a családi szerepek boncolgatása, családállítás helyett esetleg a megbeszélés felé vinnénk, az egyeztetés felé, hogy ne az legyen a cél, hogy elmenjünk egy ilyen körbe, eljátsszuk nagy boldogan a családi traumáinkat, ami megint bennem megjelent egy pár ellenérzés ezzel kapcsolatban, mert rengeteg torzításhoz vezethet. Természetes, hogy az én megélésem az egyetlen valóság, de abban a pillanatban, amikor ezt több ember előtt kell bemutatnom, akkor nyilván úgy színezem, hogy rám kevesebb árnyékot vessen. Tehát nem biztos, hogy őszintén történik, meg igen. Ráadásul belemásznak olyan konfliktusokba, amit nem szabad megoldani. Így van. Mert ugye a konfliktusok megoldási sorrendje, kérem, az utolsótól megyünk az első felé. És ha belemegyünk egy gyerekkori konfliktusba, akkor úgy jár az illető, mint az, akit idegösszeroppanással hoztak el a konzultációra. Vagy ezeknek az üléseknek csoportos foglalkozásoknak, nem szeretnék csúnyabb szót mondani, bár itt van a nyelvem hegyén, rengeteg olyan lehetőséget biztosítanak ezek a foglalkozások, hogy új DHS-eket tudjunk beszerezni. Például rádöbbenünk arra, hogy ez velünk is megtörtént. Hogy eszünkbe jut valami olyan dolog, mozdulat, cselekedet, hangulat, bármi, ami sínre tehet egy olyan dolgot, amiről még nem is tudtunk. Tehát ez a van pupod, nincs akkor tessék című fejezet. Igen. És nagyon sok olyan módszer van, ami csak arra hivatott, hogy az embereket folyamatosan visszajárassa, folyamatos kontrollt igényeljen a másik ember felett. Ez megint kiveszi magának a páciensnek a kezéből az életének az irányítását. Abban kellene segíteni, hogy hogyan gyűjtsön ahhoz erőt, energiát, új tudást, új belátást, új motivációt a helyzet megoldásában. Maga a beteg. És nagyon tetszik az, hogy a konfliktust lélekből kiindulva kell megoldani, hiszen ez a valódi problémán alapul. Ne felejtsük el azt, hogy az az ember, aki ott ül, az egy családanya, egy családapa, valakinek a gyereke, valakinek a férje, és ha úgy kezelnénk, mint egy családtagot, mint egy kedves nagynénét, egy kedves unokaöcsöt,
akinek minden segítő szándékunk labdavetésével szeretnénk segíteni, teljesen más irányt venne a praktikus pszichoterápia. Hát igen, erről még rengeteget lehetne beszélni, de hát ez mind a gyakorlatban mutatja meg, és megint csak Hámer doktor fantasztikumát mutatja, praktikus pszichoterápia. Alkalmazható, alkalmazható, gyakorlatias. Gyakorlatias dologról van szó, és mondjuk nem pszichoszomatikáról, amitől teljes mértékben elhatárolódik Hámer doktor, dolgozott együtt a Giszeni professzorral, Türe von Uexküllel, mellette adjunktusként dolgozott, és akkor írta ez a professzor egy alapművet a pszichoszomatikáról. A szimpatikotónia és vagotónia kérdését ezt Shakespeare felintézte néhány sorban, és vegetatív disztóniáról ír folyamatosan. Na most ez a pszichoszomatika, ez abszolút nem veszi figyelembe az öt biológiai természettörvényt, és olyanokat ír, hogy egy asztmarohamban könnykitörést jelent az asztmarohan, a magas vérnyomás egy visszatartott dűkitöréssel párosítják a gyomorfekét, állandó agresszió és menekültsége konfliktussal, és tehát teljesen félremagyarázzák azt a tünetet, teljesen más dolgokat feltételeznek a szomatikus tünetek mögött, mint ami valójában van. Vagyis gyakorlatilag a módszer csupán arra jó, hogy elvigy egy másik irányba az épp betegsége okát kereső embert, igen, egy olyan irányba, amely elveszi tőle a megoldás lehetőségét, hiszen rossz irányba kutakodik. Így van. Elveszi tőle a reményt, hogy meg tudja oldani, mert például nem egy konkrét okot hoz fel, hanem egy nagy kategóriát, ami ráadásul köszönő viszonyban sincs a valósággal, illetve eltántorítja attól, hogy csak azzal a konfliktussal foglalkozzon, ami neki tünetet okozott. Ugyanígy Hámer doktor elhatárolódik a pszicho-onkológiától, legalábbis attól, ami jelenleg van. Ugye nagyon érdekes, hogy a lélekről vagy pszichéről egyetlen tumorról szóló könyvben nincs szó. Akkor mi az a pszichoonkológia? Mire készíti fel az embert? Arra, hogy milyen ruhába temessék majd el? Tehát a pszichoonkológia, a pszichoonkológiába való bevezetésről 1981 végén írtak egy könyvet, és abban a következőt olvashatjuk. Egy oldalú az a gondolat, hogy a rák a lelki megnyilvánulási lehetőségek kimerülése, illetve blokkolása esetén egy biológiai szintű regresszív helytállási kísérlet és a probléma biológiai komplexitásának hiányos megértéséből tesz bizonyságot. Nagyon érthető. Nagyon érthető, főleg azért, mert itt lelki kimerülésről van szó. Épp arról beszél a germán gyógytudomány, hogy a biológia nem kimerül, nem feladja a küzdelmet. Egy kimerült embert úgy tudunk elképzelni, mint aki padlóra kerül, hanem értelmes biológiai külön programban választ ad arra az élményre, amit megéltünk. Érdekes módon ugyanennek a könyvnek a második kiadása az már másképpen van megfogalmazva. Ugye az első kiadásban az, hogy egy oldalú az a gondolat, hogy a rák a lelki megnyilvánulású lehetőségek kimerülése, a második kiadásban már azt írják, hogy lenyűgöző az a gondolat, hogy a rák a lelki megnyilvánulási lehetőségek kimerülése, stb. Stb. A pszichoonkológiának semmi köze nincsen a germán gyógytudományhoz. Van azért még pszichooftalmológia, pszichoortopédia, pszichonőgyógyászat. Ezek nagyon hangzatos dolgok, de a pszichoonkológia soha nem vonta kétségbe az eddigi orvostudomány szokásos rák kezeléseit. Tehát akkor miről beszélünk? Ezt a gyakorlatot Hammer doktor természetes, hogy elveti, és nem foglalkozik vele, nincs rá szükség. És hát elhatárolódik a jelenlegi pszichológiától is. Hammer doktor kezdve Freud elméletétől egészen a többiekig. Nagyon... Ezért, bocsánat, Freud elméletétől nagyon sok mindenki elhatárolódik, hiszen szakmán belül sem feltétlenül Sigmund Freud pszichoanalitikus megközelítését használjuk.
Tehát, hogy Igen, egy avit történet, nem tudom hányan tudják, hogy Sigmund Freudot 11-szer terjesztették fel Nobel-díjra eddig, és még egyszer sem szavazták ezt meg. Úgyhogy talán nem őt kellene standardként tekinteni. Nyilvánvaló, hogy az a pszichológiai megközelítés, amit most akadémikus megközelítésben látunk, annak köszönő viszonyban sincs a germánygyógytudománnyal. Hogyan tudunk bárki segíteni, ameddig azt sem tudjuk, hogy mi a baja? Hát így van. A legtöbb pszichológiai alaptételre érvényes, hogy eddig nem kerestek sem akut konfliktus, sem pedig DHS félét sem. Egyetlen tudományos vizsgálatnál sem volt releváns egy ilyen akut drámai konfliktus élmény sok becsapódásának módja, valamint az sem, hogy a páciensnek abban a pillanatban milyen speciális érzékelései lettek volna. A biológiai konfliktusnak ebben az értelemben véve nincs előtörténete, pedig ugye a pszichológusok ezt szokták keresgélni, és egy folyadék konfliktus, például egy hajószerencsétlenség a viharban, a páciens személyes élettörténetének összehasonlítása nem releváns ezzel az egész történettel, tehát hát azzal, hogy milyen módszereket alkalmaztak meg, mennyire volt az etikus, meg emberbarát, ezért hosszasan tudnék mesélni. Ott van például Skinner, aki a saját gyerekét is kísérlet alanyjá tette, vagy a kis Albert kísérlet, amikor szinte epilepsziás rohamot hoztak, idéztek elő ebben a gyerekben. Én a szintét azt úgy nagyon kivenném a történetből. Nyilván rengeteg etikátlan módszer és kísérlet van a pszichológiai berkeken belül is. Térjünk vissza az aktualitáshoz. Ha fogalmunk sincs, hogy az az ember, aki valamilyen problémával felkeres egy pszichológust, és fogalmunk sincs arról, hogy mi volt maga a DHS, mi volt a program, milyen élethelyzettel küzd, akkor hogyan tudnánk elmagyarázni neki, hogy nincs nagy baj, hogy van reménye meggyógyulni, hogy a betegsége nem gyógyíthatatlan, és így tovább. És így tovább. Szó szerint Hammer doktor azt írja, hogy először is nagyon pontosan ki kell derítenünk, hogy mi volt a DHS, hogy melyik konfliktusnak, melyik fázisában vagyunk, hogy a pácienssel együtt azt tegyük, amit én egyéni, specifikus és folyamathoz illő biológiai terápiának nevezek. Ezek Hammer doktor szavai az elhatárolódás a pszichológiától című írásában. Sajnos a biológiai terápiát, mint kifejezést is elorozták Hammer doktor hát elől. Igen, most már van biológiai terápia a reumatológiában, és valójában nem biológiai terápia az, amit ott művelnek. Tehát ha meg kellene fogalmazni, hogy hogyan lehet segíteni valakin, hogy ezeket az elnevezéseket próbáljuk közös nevezőre hozni, akkor lehetne Hammeri konfliktusorientált beszélgetésnek nevezni, ezt és így. Ezzel talán mindenki egyetért, igen. Amelynek az alapja az öt természettörvény, a germánygyógytudomány alapos részletekbe menő ismerete. Adott esetben. Adott esetben felhasználható olyan segítő módszer, ami a konfliktus megoldását megcélozza, de csak és kizárólag ezen a síkon gondolkodva. Tehát Hammer doktor végül azt írja, hogy mivel nem tudok biztos szabályokat javasolni arra vonatkozóan, hogy hogyan járjunk el pszichoterápiásan egy pácienssel, így arra sem tudok egyértelmű javaslattal szolgálni, hogy hogyan kezeljük a páciens hozzátartozóit, vagy más közeli ismerősét, vagyis mindazokat, akik őt körülveszik. Tehát mit tegyünk azokkal, akik részesei a páciens konfliktusának? Nem marad más, mint hogy az orvosi kreativitásban, hozzáértésben és megérzésben, tapintatban bízunk. Sajnos nagyon gyakran előfordul az is, hogy a hozzátartozók egyáltalán nem érdekeltek abban, hogy a nagybácsiuk, sógoruk vagy édesapjuk életben maradjon, pedig ezzel csak az ő hagyatéki eljárásuk tolódna ki még jobban. Tehát ilyenkor a terápiás lehetőségeink beszűkültek. Az agyi szintről annyit a múltkor is említettem, hogy a komplikációk felfedezése, elkerülése, megoldása miatt nagyon fontos,
a koponya CT készítése és értelmezése. A konfliktus megoldási szakaszában van a betegnek ugye fejfájása, és ha megcsináljuk a CT-t, akkor az epileptoid krízisnek a bekövetkeztét is meg tudjuk jósolni. A koncentrikus körök és ezeknek az éles széle a Hámeri-Gaussnak a konfliktus aktivitását jelenti. A megoldási fázisban ödéma jön létre, a szél elhomályosodik a gócban. A góc közepének az elhalványulása viszont elalattalanodása az epileptoid krízis bevezető jele, a perifokális ödéma pedig fellépett vesegyűjtő csatorna szindróma bizonyítéka, vagyis hogy az illető a magányosság és létezés konfliktust igen keményen megélte. Szervi szinten pedig hát ugye a fellépő nem kívánt eseményeknek a gyógyszeres vagy sebészeti megoldását kell megtennünk. A műtét csak indokolt esetben jön szóba, ha a természetes gyógyulás túl sok időbe telne, és ebbe a beteg kimerülne, vagy életmentésről van szó például egy vérzés esetén. És még egyszer a gyógyszerekről annyit, hogy csak természetesen fellépő komplikációk megoldására alkalmazzuk a gyógyszereket, és nem a rákot gyógyítjuk a gyógyszerekkel. Ez egy nagyon lényeges dolog. A mutatók Hammer doktornak egy ingyenes előadása, ingyenes könyvéből, brosúrájából egy felvételt, ott van, hogy honnan ered, ugye, megjelöltem a forrást is, még mielőtt szó érné a ház elejét. Itt láthatunk két aktív gócot a bal oldalban, a rémületfélelemnek a reléje érintett, a jobb oldalban pedig a birtokféltés konfliktus. Ennek a következménye természetesen a gégéknek, illetve a hörgőknek az érintettsége lesz. Ez a két dolog ugye egyszerre van konfliktus aktív fázisban, akkor asztmás krízisről beszélünk, ha természetesen még az izomrelék is érintettek. A konfliktus megoldása után ugye megjelennek az éles szélű gyűrűk, illetve, bocsánat, még egyszer, a konfliktus megoldása után az éles szélű gyűrűk már nem láthatóak, hanem a mindenféle, bocsánat, a beágyazódott kontrasztanyagból, fényes kontrasztanyagból álló részeket fogunk találni, elmosódott szélekkel, és ezeket már a mai medicina rosszindulatú daganatnak fogja nevezni. Itt látható a képen, hogy a hatalmas perifokális ödéma a középvonalat eltolta balra. Tehát ami itt van maga a gyógyulásban levő, megoldásban levő góc, és ez az ödéma, ami körülveszi ez a sötét terület, ez olyan mértékű, hogy a középvonalat eltolja bal oldalra. Természetesen ez agydaganat diagnózist fog kapni. Rossz indulatú agydaganatot. És még egyszer csak hoznám azt a képet, amit már mutattam, hogy a konfliktus aktív szakaszban látjuk itt az előző birtok féltés konfliktus relejét, a hörgő relét, és a megoldási fázisban láthatjuk az ödémát, ami ott megjelenik. Nos, ezek után összefoglalásként megint csak azt tudom elmondani, hogy a germán gyógytudomány alap a megértéshez, hiszen rámutat arra, hogy a betegségek nem függnek a nemtől, a kortól, az etnikai hovatartozástól és azoktól a statisztikai tényezőktől, amelyekről eddig azt gondoltuk, hogy ezek okozzák a betegséget. Az úgynevezett betegségek függnek viszont a fel nem oldott érzelmi megrázkutatások számától, a konfliktus aktív szakasz hosszától, a sínek pedig meghatározzák a betegségek, azaz az értelmes biológiai különprogramok klinikai lefolyását. A konfliktusok halmozódása pedig meghatározza a személyiségünket, a viselkedésünket, a hangulati változásainkat. A germán gyógytudományban tehát a fel nem oldott lelki, érzelmi konfliktusok feltárásával és megoldásával
Valójában az okot fogjuk megoldani, és nem a következményeket kezeljük egy életen át. Tehát oki terápiát tudunk alkalmazni, mert megismerjük az okot. A germán gyógytudomány tényleg tudomány, nem, mert reprodukálható, összehasonlítható, előrejelezhető. Ezek a tudományosságnak az ismérvei. Nincs benne olyan, hogy egyeseknél ez lesz, másoknál meg az. Nem statisztikán, nem állatkísérleteken nyugszik, hanem az embriológiára és az öt természettörvényre épül. Egyszerű, logikus, mindenki által megérthető és megtanulható. Csak hogy ha nem tudom érzelmileg megoldani a DHS-t, akkor szenvedhetek tovább okosan. Ez így van. Nagyon szépen köszönöm, Karesz, ezt a fantasztikus előadást. Be kell vallanom, hogy nagyon fellelkesedtem. Közben felkészülés során is, meg most is. Remélem, hát én is köszönöm a részvételedet és a kiegészítéseidet. A részvételemet. A jelenlétedet.